Jó estét kívánok a kedves nézőknek! Hát megint elkezdődött egy újabb sportágban a szezon, ez a sportág pedig a röplabda, a mieink, vagyis a BDS-ek csapata pirosban, az ellenfél a TFS-e pedig kékben, ez a szezonnyitó idehaza. Most volt a mieink csata kiáltása, mellettem pedig korábbi csapatkapitányunk, akinek mind az életkora, mind a külseje, mind az erőléte alapján ott lenne a hely a pályán, de hát nyáron úgy döntött, hogy civilbe vonul Szabó Kinga, viszont így nyertünk egy jó szakkommentátor. Szia Kinga, köszöntelek! Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves nézőket! Hát Kinga, milyen meccsre számítunk? Neked is nehéz a dolgod, mert ugye nem láttad még egyik csapatot se idén élesben játszani, viszont azért a többséget ismered a pályán lévők közül. Igen, hát a budaörsiek közül azért nagyjából mindenkit ismerek, a TF játékosai közül kevesebb embert, ott is van egy pár ismerős arc. Abban biztos vagyok, hogy szoros mérkőzésre számíthatunk. Legalábbis reménykedem, hogy szoros lesz, de a TF csapata úgy hallottam, hogy most nagyon elkezdett készülni erre a szezonra, szeretne feljutni az extra ligába. Mert hogy ugye az a rendszer, miközben a miénket mutatják be, hogy 12 csapat alkotja az NB1 mezőnyét, ebből 6 az extra ligát, 6 az NB1-et, és a tavalyi eredmények alapján a miénk a második hatosban vannak, de tavaly az utolsó pillanatig küzdöttetek, akkor még te is ott voltál a pályán az extra ligába jutásért, csak hogy azóta veled együtt 8 játékos vagy abba hagyta, vagy időleges szünetre ment kismamaság miatt, vagy eligazolták. Mit lehet tudni az új csapatról? Az új csapatról azt lehet tudni, hogy a budaörsiekhez nem megszokott módon van egy külföldi játékosunk, bár ez is attól függ, honnan nézzük, Milana Rejlic Szerbiából érkezett hozzánk, most már kettős állampolgár, tehát nem is mondhatjuk külföldinek. Ő az előző két szezont a szombathelyi csapatnál fejezte be, tehát itt van már elég régóta Magyarországon. Ezen kívül érkezett hozzánk játékos Békés Csabáról, nézek gyorsan körbe, kit látok itt, aki még jött hozzánk. A TF-ből is érkezett hozzánk játékos, aztán adok, igen, Boskó Lili van Békés Csabáról, Milana van ugye Szerbiából, érkezett hozzánk két játékos Kaposváról, Harmad Zsófi és Horváth Petra, és talán ennyi. A többiek saját nevelésűek, vagy már tavaly is itt voltak, és Szabó Luca jött még vissza hozzánk, ő egy év kihagyás után, mert Kínában volt. Na, róla majd mesélünk játék megszakítás alatt, mert izgalmas. Annál is inkább, mert ráadásul ő, vagyis Luca kezdi a nyitást, ugye csak a rendkedvéért 3 nyert szetre mennek a röplabda mérkőzések. Egy felugrásos nyitás, egy kiemelt labda, de 4-esére, és jó a blokk, ha jól láttam, Pisák Flóra volt az, aki a brazil Araújo ütését lesáncolta, vagy ahogy mondani szokás, lesapkázta, úgyhogy az első pont a budaörsi csapaté. Külföldi egyébként az edző is az ellenfélnél, görög Gaitainikis. Megint egy jó nyitás por fogadta, most ide hátra jön a labda, az pedig kim van horvát kezéről. Hát egy ilyen támadó tenyeres ütést próbált bemutatni, de ez most nem volt sikeres, az első támadás jöhet, tehát az ellenfél részéről a Hak Szilvia, aki játszott itt veled a többi között annak idején. Igen, MTK-ban kezdte talán a pályafutását, az utóbbi két évben Gödöllőn játszott, center poszton van ő is, úgy, ahogy én is régen, Rejlic és nagyon jó játékos. Az első ütés blokkolják, Rejlic újra, Hakl teszi fel, az is megvan, jól van, Szabó Luca. Horváth messziről, a blokk között átmegy a labda, 2-1 ide újra vezetünk. Azért azt nem rossz, hogy 3 ütésből 2-szer a blokkot szép tudtuk verni. Ez fontos lehet, gondolom majd. Igen, ez nagyon fontos, mindig magabiztosságot ad a csapatnak, ha blokkolunk. Rejlic. Por. Egy nagyon gyenge fogadás, megmentik. Araújo. Megint jó a blokk. Azt onnan át kell ütni, ez viszont így potyalabda lehet. Pisák, és az is jó! Gyönyörű. Szabó Luca háta mögé tette fel, ezzel némiképp megzavarta az ellenfél blokkoló játékosait, és már is 3-1 ide az állás. Remek Pisák, kezdés. Pisák Flóra saját nevelésű játékos, rájuk mindig nagyon büszkék vagyunk. Rejlic újra, Araújo. Az egy nagyon szép center támadás volt, övéké a pont. Ki is volt ő?
talán villámcsenge, ha jól látom. Aha. Ötös láttam, de ötös nincs a pályán. Vagy van ötösünk? Hatos van. Na, lehet, hogy rosszul láttam, bocsánat. Közben ez egy hosszú nyitás. Ja nem, hatos az az ötös. Igen. Így van, akkor valóban villám. A TF elég erős centerekben, villámcsenge és Hakai Szilvi. Villámcsengéről azt lehet tudni, hogy eddig is a TF-ben játszott. Boskó közben. Jó nyitás, bizony. Nem. Ez szerintem ász volt, így is van. Az én gyerekkoromban ilyenkor még körbeálltak a lányok, és megütötték egyik tenyerükkel a padlót, és azt mondták, hogy ász. Boskó újra. Ő jött Csabáról, ugye? Jól tudom. Igen. Békés Csabai utánpótlás nevelés. Megint egy jó nyitás, és még egy ász! Szétszerválja az ellenfelet, és ezzel most már alapos előnyre teszünk szert, hiszen 6-2 az állás. Nyilván nagyon fontos, hogy melyik csapat nyeri az első szettet. Nagyon messze vagyunk még tőle, de a kezdés jó. Na lesz a harmadik nagy szerva, ez már hosszú sajnos. Kétszer is azt hitték egyébként a TF-esek, hogy kimegy a labda, harmadszorra sajnos igazuk lett. Araújo megy nyitni, úgyhogy a legjobbnak tartott ütőjük most hátraforog, tehát őt nem kell majd sáncolni a következő egy-két támadásban. De vegyük vissza. Araújo ugye brazil játékos, Kaposváron játszott korábban, de tavaly már talán fél évkor érkezett a TF csapatához. Nyitásfogadó négyes ütő. Egy center támadás. Gondolom a center támadásoknál fáj a legjobban a szívet, hogy nem vagy ott. Hát igen. Pisák Flóra újra. Uda jó nyitás volt. Mondjuk pont a fogadójátékosra ment. És nem hullik be, azt viszont át kell tennie Rejlicsnek. Az is megvan. Horvát, az visszajön. Pisák teszi fel. Egy ütés a hármason túlról, és a vonalon túlra. Pont az ellenfélnél. 7-4. Ja, most nézem, hogy Boller Anna a liberójuk, aki mondani. Szintén a mi játék. Sőt, itteni nevelés volt az Anna, vagy csak az elején már itt volt? Nem, talán nem volt itteni nevelés, de itt volt akkor még, amikor MB2-ben. Igen, igyekeztünk feljutni az első osztályba. Emlékszem rá, hogy már az első pillanattól kezdve, mióta mi ide kijárunk, ő itt volt, vagy hát egy darabig itt volt. Pór Alexandra, jó blokk megint. Itt valamelyikünk a hálót súrolta, de ez most elcsúszott. Pór újra, rossz volt a feladás, de sajnos egy kétszeri érintés, ha jól láttam, igen, ezt mutatja a játékvezető is. Apropó, adós vagyok a játékvezetők nevével, Nagy Lajos és Varga András fújják a mérkőzést, 7-5. Villám a nyitó helyem. Tehát villámcsengéről elkezdtem mondani az imént, hogy az Univerziádi Egyetemi, hát ha jól tudom, akkor világbajnokságon válogatott volt most a nyáron, és talán negyedik helyezést ért el a magyar csapat? Az igen. Ebben nem vagyok biztos, de... Hát röplabdában egy bármilyen világjátékokon negyediknek lenni, az fantasztikus, hiszen ez a világ egyik legnépszerűbb sportága. Magyarországon kívül sokkal népszerűbb egyébként, de hát az utóbbi néhány évben Magyarországon is alaposan megnőtt az ázsiója ennek a sportágnak. Pisák, szépen átemeli, Rejlics, Boller, Pór. Az át fog menni sajnos, de így jó lehet. Szabó Luca háta mögé. És a blokkról lecsorog a labda. 9-5, bravo! Bátran ütötte meg messziről Pisák a hármas vonalon túlról. És jó is volt ez. Horváth Petra megnyitni. 4 pontos vezetés. Ugye 6-2-nél mentünk el 4-jel, és azóta ezt őrizzük, ezt a különbséget. Pór. Visszakapja. Kicsit toporognia kellett, szerintem igen. Ezt akartam, hogy én úgy éreztem, hogy a hálóról jött vissza, tehát 4 érintés. 10-5? Először 5 a különbség a meccsem. Jó kezdés, Kinga. Nagyon jól kezdenek a lányok. Kell is, mivel hazai meccs, mi vagyunk otthon, első szedben mindig meg kell mutatni. Horváth, ugye róla elmondta Kinga, hogy Kaposvárról érkezett. Pór, nagyon sokat játszhatják Pór, de szerencsére elég rossz labdákat kap eddig, Rejlics. Az nem jön át, most viszont át fog jönni, de ez így könnyen megjátszható labda. Hát egy Szabó Kinga féle egylábas megkerülős ütés. Na jó, hogy itt tudok a te múltadból példálózni. Hoppá!
A Rejlics bocsánatot kér, tényleg nagy ütés volt, és telébe kapta az ellenfél 16-os számú játékosát, Horváth Zitát. De 11-5, és cserél az ellenfél, mégpedig, ha jól látom, feladóban fognak cserélni. Négyessel érkezik a pályára. Már keresem is, Nagy Kitti. Nem ő volt a kezdő feladójuk? De, én is úgy tudom, hogy ő kellett volna legyen a kezdő. Egyrészt lehet, hogy a játékot is jobban tudja most irányítani, másrészt magasabb, mint az előző blokkban feladó, és úgy tűnik, hogy blokkban nem teljesített most ott a TF, ahol eddig kellett volna. És sajnos már az első feladásán látszott, hogy ez sokkal jobban oda ment az antennához, mint az eddigi labdák. Ugye nyilván a jó blokkjainkban az is benne volt azért eddig, és ez nem csökkenti a lányok érdemeit, hogy nem igazán kaptak jó labdát a ütők. Nagy Kitti. Szabó Luca. Rejlics. Az jó, bravo! Gyönyörű. Picit szőrös volt, csúszott a hálón, de ez nem szabálytalan. 12-6. Harmad Zsófi nyit. Boller. Úgy, de szép támadás volt. Nem volt igazán jó a fogadás, de éppen ezért bele kellett gyorsítani a feladónak, így aztán nem tudtunk odaérni a labdára. Egyébként nálunk Hernádi Sára a liberó játékos, az ő nevével voltam még, azt hiszem, adós. Saját nevelésű játékos úgy szintén. Sári. 12-8. Az első benyelt nyitásunk, hát én azt mondom, hogy 20 labda menetenként egyet szabad. Pór. Oké. A játékvezető szeme szent. Én pont azt az egy pontot nem látom pontosan, de mondjuk, hogy biztos kint volt. És így miénk a labda? Szabó Luca, miénk csapatkapitánya és első számú feladója nyit. Pór fogadta, Nagy Kitti. Megint egy jó center támadás, Hak ütötte be. Zárkózik, zárkózik, most a TF, vigyáznunk kell, 13-9-et mutat az eredményjelző. És csere az ellenfélnél, 16-ossal lemegy Horváth Zita, és 12-essel érkezik Dani Laura. Hakl pedig nyit, Rejlics fogadott, Szabó Luca, Tisák, egy de jó ütés volt Flóra! Pedig szegény Lucának alkarral hátrafele kellett föltennie a labdát, ami nem egy egyszerű móka, de megoldotta. Flóra pedig már a többedik jó ütését mutatta be. Meg is erősödött Pisák Flóra az elmúlt szezon óta, úgy látom, izomban. Hogy jól sikerült az alapozás. Nagy. Lukas volt a blokkunk, sajnos elment közötte a labda. 14-10, ha jól számolom, igen. Dani megy nyitni, mármint Dani Laura. És nem Dani Alves, a kiváló labdarúgó. Nagyon fiatal játékosok vannak a TF-nél is, és nálunk is. Mindkét csapat a fiatalokra épít, úgy látom. Három pont még van az előnyünkből, de most már azért oda kell figyelnünk. Ez egy jó nyitásfogadás, Hernádi, Pisák. Szerintem valaki beleért a hálóba, úgy is van. Látszotta, hogy elkezd mozogni a háló, és a játékvezetők is azonnal fújták. 15-11. Időkérés az ellenfélnél. De mi nézzük akkor a mieinket. Kinga, szerinted milyen játékra számíthatunk ebben a szezonban a BDS-től? Nagyon jó kérdés. Nincs még összeszokva a csapat, de rajta vannak a dolgon. Mivel hogy a csapatnak a nagy része, ahogy már mondtad, lecserélődött, egy 8 ember legalább, ezért ilyenkor mindig nehéz újra csapatként együttműködni, a pályán főleg. De ahogy hallom, a hangulat az jó, a lányok nagyon szeretik egymást, és szeretnek edzésre járni, ez nagyon fontos. Tehát, hogy edzéseken is jó a hangulat, mindenki nagy lelkesedéssel csinálja a feladatokat, tehát ezek jó jelek a jövőre nézve.
Hát ugye azt mondta Dezső Béla szakosztályvezető a múltkor, hogy ha ezt a csapatot 3 évig egyben tudják tartani, akkor ez lesz a legnehezebb év. A következő 2 már könnyebb lesz. Ez így van. Jó kis nyitás volt ez is. Nem is jut el a feladóig a labda. Araújo. A mindenségét neki. Szokták mondani, hogy néha nincs jobb egy rossz labdánál. Hát ezt most láttuk. Valahogy visszakínlódták, de pont ez zavart meg bennünket. 15-12. A TFS-e Brazília megy nyitni. Araújo. Jó messze elmegy. Aztán majdnem a vonalig visszajön. Nem volt egy könnyű nyitásfogadás. Ezt még meg fogják menteni. Nagy Kitty, jó a blokk. Ezt viszont föl lehet tenni sajnos. Por. Ez is megvan. Jól van. Luca a háta mögé, és egy picit Flóra háta mögé is. Elérjük, nem érjük el. Mondanám, hogy szeme volt a labdának, de hát inkább csak némi szerencséje volt most a TF-nek, hogy pont a Lukas pontra ment a kényszer érintés után a Laszti. 15-12. Figyeljünk, lányok. A 6 pontos előny 3-ra olvadt. Fekete Kriszta egyelőre még nem cserélt. Ugye ő a mieink edzője. Majd adott esetben időkérésről Lóra is beszélhetünk, mert nem akárki. Horváth. Pisák. Rejlics, visszajön a hálóról, 15-13, és azt hiszem, hogy most jött el az a pillanat, amikor a mieink edzője időt fog kérni, így van. És sajnos már 15-14, csak lassan irányították a lett falat. Pláne akkor egyel el is számoltam. Szóval, hogy mi történt szerinted, hogy a 6 pontos előny egyre olvadt? Hát a TF is kezd hozzászokni a teremhez, a fényekhez. Hogy milyen messze vannak a falak, ugye ezt mindig fel kell mérni a feladónak is, az ütőnek is. Ezen kívül hirtelen semmi más nem tudok mondani. Remélem, hogy a mieink összeszedik magukat. Pár buta hiba, aztán elveszett az önbizalom. Meg talán mióta feladót cseréltek azóta. Persze, azóta nagyobb a repertoárjuk menetelnek, is. Többfelé osztogat Nagy Kitty. Nem tudom vajon mi lehetett az oka, hogy a másik feladóval kezdték. Lehet, hogy pedagógiai okai voltak. Ugye az edzőknél néha bevett módszer az, hogy azt a játékost, amelyiket ilyen vagy olyanok miatt fegyelmezni akarják, azt időnként nem játszhatják, de hát jól látszott, hogy Kitty nélkül jobbak vagyunk. Az kim volt, de szerintem blokkos volt a labda, így is van. Mutatják ugyan a lányok, hogy nem, de én is úgy éreztem, hogy még pontosabban hallottam egy surranást, egy surlódást. 15-15. Kiegyenlített az ellenfél, és most ez a pont nagyon fontos. Ugye Araújo már legalább a negyediket szerválja, ez már egy sorozat, most meg kéne ezt a sorozatot törni. Megpróbált Kriszta időt kérni, és úgy megtörni, de úgy tűnik, hogy nem jött össze. Na, megtörte nekünk. Hát ennél jobb időpontban nem ronthatta volna el a nyitását. Pisák megy most hátra. Az hosszú. Sajnos azonnal visszaadjuk a labdát, ez most nem jött jókor, be kell lássuk. 16-16, de hát igazából nincs probléma, össze kell kapni magunkat, és akkor jó lesz ez. Villám csenge. Lejlics. Az a pont is, az övéki először vezet a mérkőzésen a TF csapata. Rossz volt a nyitásfogadás, pedig igazából nem is volt egy olyan nagyon-nagyon erős, egy ilyen, régen úgy mondták, hogy egy ilyen lebegtetett nyitás volt. Igen. De ez sajnos most oda lebegett pont, ahova kellett. Megint ugyanoda nyit. Úgy tűnik, nagyon lebeghet az a labda, ahogy mondod. Igen. Rejlics. És picit, mintha az önbizalmunkkal is lenne probléma most. Na ezt meg kell ütni viszont, úgy is van. És még ezt is nem, ezt már nem lehetett összeszedni. Ez most nagyon-nagyon kellett ez a horvát ütés nekünk. Nem volt egyébként igazán erős, de nagyon jól ment élesen keresztbe, és ott pont nem védekeztek. Mint egy falat kenyér, úgy kellett. Na gyerünk!
Most ez egy nagyon-nagyon fontos szakasza ennek a szetnek, hiszen amelyik csapat a 20-at előbb éri el, annak van egy pici lélektani előnye. Nagy, a háta mögé teszi Araújo, csak ejti. Ugye onnan csak alkarral adhat fel a libero. Megint Nagy Kitty, megint Pór háta mögé. Ez jó, hogyha rosszul adja föl. Csak a miénk se igazán jók sajnos ezek a labdák. Az át fog jönni? Nem figyeltünk. A blokk mögött ott volt a luk. 18-18. Ez a középső labda mindig nehéz, hogy kié a három játékos közül. Igen, ilyenkor szoktak a nagy karambolok lenni. Sőt, 18-17. Ide még, tehát most éppen megint vezetünk. Nagy. Az egy jó nyitás fogadás volt. Az a legjobb, mikor a feladónak meg se kell mozdulni. Nagynak most szaladni kellett, ahogy Pórnak is. Na gyerünk, csajok, ezt csináljuk most meg. Kicsit lapos az a feladás. Na talán ez jobb lesz Pisáknak. Nagy ütés! Szabálytalan érintés. Hú, most már eléggé össze-vissza mutat az eredményjelző. Most akkor elkezdem én számolni. 19-17 oda. Remélem, hogy önök jól látják, mert Milic József adásrendező kollégám odabent a stúdióba feliratozza az állást. Én eddig hagyatkoztam az eredményjelzőre, de most már inkább majd én is írni fogom magamnak. Nem, 19-18 oda. Le is húzok egy papírt, mostantól majd írjuk. Harmad Zsófia megy nyitni, center játékosunk. Boller fogad, nagy. Hú, de jó ütés volt ez. De jó, hogy a blokk beleért, Pisák. Oda középre, Balófóra! Na ennek szeme volt, tehát látszott, hogy nem ész nélkül csak átpöttyinti, hanem megnézte, hogy hol van a legkevesebb ember a túloldalon, és ezzel egyenlítünk. 19-19. Hát, kedves nézőink, szerintem hozzanak be majd a szetszünetben egy pohár kólát, vagy valami más, mert ez nem ígérkezik rövid meccsnek. De jó nyitás! Jaj, de jó volt! Ahogy csapódik lefelé, na ez a másik nyitás, ez a, amikor meghúzzák a labdát. Volt egy időszak, amikor azt a bizonyos lebegtetettet az edzők kimondottan tiltották, mert hogy korszerűtlen, de hát láttuk az előbb, hogy néha azért be tud jönni. Na gyerünk tovább, újra nálunk az előny. Megint egy jó nyitás, úgy van! A játékvezető kinézett itt a görög edzőre, hogy kére időt, de ő úgy van vele, hogy hát azt nem tudja megtanítani, hogy nyitást kell fogadni, de aztán mégis úgy határoz, hogy kér. Na, akkor nézzük a TF csapatát. Ugye a TF volt egy időszaka, amikor nagyon jók voltak, amikor bolgár feladójuk is volt, és az NB1-ben, az Extraligában is komoly játékerőt képviseltek. Ugye hullámvasútszerű ez a TF, hol jók, hol nem, ugye? Igen, én akkor még nem ismertem a TF csapatot, amikor ennyire jók voltak. Amikor én elkezdtem ilyen magasabb osztályban játszani, akkor ők már inkább egy alsóházi csapatnak számítottak. Ugye tavaly is mi sikeresen előttük végeztünk, de most nekik is sikerült úgy felfrissíteni a játékos állományt, hogy bizonyos információkból úgy hallottam, hogy most lehettek esetleg ők a legjobbak a mostani NB1-es. Hát ha ők a legjobbak, közül. Akkor mi is ott leszünk a toppon, az mert biztos. Nagyon egybe vagyunk. Na most közben Milic József rendező kollégám küldött egy SMS-t, hogy az ő számításai szerint 22-18 ide. Itt az eredményező táblán 21-19 van ide. Most már biztos, hogy itt is 22 lesz. Igen, 22-19 van itt a táblán, akkor fogadjuk el ezt most hiteles eredménynek. Ugye a kedves nézők nem tudják, úgy szoktuk, amikor felvételről megy, hogy írjuk magunknak az eredményt, de szerintem a következő szettől megint írjuk majd. Luca egyedül sáncol. Oly, alá tette a kezét. Az nem jó, de jó ejtett, tehát a lehető legjobb helyre. A Raújo messziről, az meg kell, hogy legyen, úgy van. Rejlics, Boller, Nagy Kitty, szépen tette fel. Jó a sánc! Oly, de jó volt az a sánc! És mekkorát ordította a mieink 9-ese Boskó Lili, abszolút jogosan. Nagyon nagyot mentettek most, csere az ellenfélnél. Nagyon ügyesek a lányok a végjátékban. Villányi jön be Pór helyére. 23-19, 2 pont kell a szett győzelemhez.
Hú, de jó lenne megszerezni. Harmat újra, és ez már nagy sorozat, nagy nyitás sorozat. És most sincs vége! Játszma labda! 24-19. Na nézzük. Harmat újra. Boller ezt most szépen fogadta. Nagy, kiemeli, ahogy kell. Jó a blokk megint. És ezt még meg fogják menteni. Azt a mindenségét honnan ütötte meg a Rózsó, de kint volt. Ezek szerint kint volt. És ez azt jelenti, hogy 25-19 az első játszmát megnyertük. Hát Kinga, elemezzük egy kicsit ezt a szettet. Ugye elmentünk 6-2-re, utána átvették a vezetést, és a szett végén meg mégiscsak nyertünk 6-tal. Mi történt? Jó lenne tudni, hogy mi történt, és mindig ezt alkalmazni, ezt a taktikát. Volt egy pár olyan labda a játék közepén, ami egy kicsit a bal szerencsén is múlott, és önbizalmat vesztettek a lányok, aztán úgy tűnik, hogy sikerült újra összeszedni magukat. Jó, hogy nem kellett cserélni, tehát remélhetőleg a következő szedben ugyanez a csapat fog kezdeni, és folytathatják ott, ahol ezt most abba hagyták. Uh-huh. Ilyenkor ez az 1-2 perc szünet, ez mire elég? Tehát lehet ilyenkor valamit pihenni, vagy csak arra jó, hogy lemerevedjetek? Nem, ez nagyon jó kis pihenés ilyenkor. Iszunk egy pár kort vizet, és közben hallgatjuk az edzők, mit mondanak nekünk. Tehát ilyenkor folyamatosan jönnek fülbe a kis tanácsok, hogy ezt csináld, azt csináld. Igyekszünk megfogadni természetesen. Azt mondd meg, hogy ilyenkor mondjuk egy olyan játékosnak, mint te, aki játszottál X évet, mit tud ilyenkor mondani egy edző? Magasabbra ugorj, nagyobb pofont adja a labdának, tehát mi az a hasznos tanács, amit ilyenkor meg tudsz fogadni? Hát amit én hasznosnak éreztem ilyenkor, az mindig az, hogyha az ellenfélnek a játékáról mondtak nekem információkat, mert az egy dolog, hogy mi figyelünk a saját oldalunkon lévő játékra, de nagyon nehéz közben megfigyelni azt is, hogy az ellenfél mit csinál közben, hogy mondjuk egy jó feladás, hova érdemes ütni, hova érdemes ejteni, hol vannak üres helyek. Biztos a nézők is tudják, vagy látják, hogy ez a röplabda úgy néz ki, hogy hatan vagyunk a pályán. Ha már heten lennénk, azt mondanám, hogy minden terület le lenne fedve. De így, hogy csak hatan vagyunk, valahol mindig van üres hely, ahova be lehet tenni a labdát. Na hát a szünetnek lassan vége, és ugye ilyenkor majd beállnak a lányok, a játékvezető pedig ellenőrzi, hogy mindenki a helyén áll-e. Van egy ilyen kis papírka, amit mindig az edzőnek ki kell tölteni, az a neve, hogy állásrendi lap, és ezen az állásrendi lapon pontosan leírják, hogy ki hol áll, és ha nem ott állnak, akkor szólnak a bírók. Ha ezek után sem úgy állnak, ahogy kell, akkor bizony az első szervánál pontot kap az ellenfél. Én úgy látom, hogy nálunk nem lesz csere. Milyen cserepadunk van egyébként, gondolom, fiatalok? Gyorsan elhajolok úgy, hogy lássam őket. Szegény Kinga pont egy oszlop mellett ül, és épp azt a sarkot nem látja, úgyhogy ezért tettem föl gonoszul ezt a kérdést neki. Ugye a cserepadon van Kolada Judit játékosunk, feladóban játszik most, de ő egy nagyon univerzális játékos, ütőbe is be lehet tenni, tehát ő bármikor jó csere lehet. Sajnos már talán a következő meccs után nem fog a csapatnál játszani, mert egy nagyon jó lehetőséget kapott Amerikába, amit meg is ragadott, mint edző. Ó, valami egyetemi csapatnál vagy? Egy röplabda akadémián fog edzősködni. Aha. Tehát igazából mindenféle korosztály van ott. Most ugye... Inkább utánpótlás nevelés. Ti nagyon jóba vagytok, sőt, ha jól tudom, együtt játszottatok Romániába is. Igen, pontosan, nagyon jó barátnőm. A Jucival. És ő is itt volt korábban, a régi NB1-es csapatunkban. És azt is kell tudni, hogy előtte a TFN játszott. Apropó Románia, azt az egy év idegen légióskodás hogy viseltétek Magyarország nélkül? Jól viseltük. Nagyon jó kis kitekintés volt nekünk. És természetesen utána jó volt visszajönni. Na, hát az ellenfél, tehát a TFS-e kezdi, mégpedig, ha jól tudom, Haklö Szilvia a szervát. Azt a mindenét! Szabó Lucza, mekkora labda volt! Na ez az, amit egy feladó egy szetten belül általában kettőnél többször nem csinálhat meg, mert akkor odafigyelnek majd rá. De amúgy viszont ez egy lélekromboló megoldás. Rettentő mód tudja utálni az a csapat, amelyik kapja ezt a pontot. Mármint, hogy amelyik elszenvedi. Szabó Lucza pedig jutalomul elmehet nyitni. Ő ugye Kína szakértő,
ebből diplomázott, és kinn is volt egy évig Kínában. Azt én nem tudom, hogy Boskó Lili volt-e Kínában, de hogy remekül játszik, az biztos, 2-0 az ő pontjával. Hát igen, ő Békés Csabáról érkezett, azt már mondtuk is. És ugye a Békés Csaba az elmúlt évek sikercsapata, bizony. Az egy rossz fogadás, Bollernek át kell tenni, Pisák. Szabó Luca, vissza Pisáknak, és azt megmentik, nagy. Megint úgy mentünk, hogy a tenyerünket letesszük a földre, bravo. A Raúzsónak egy kicsit toporognia kell ütés előtt, de ettől sajnos bent van az alapba. Nem volt sajnos. 2-1-re vezetünk. És elmegy nyitni az ellenfél 16-os, a horvát Zita. Horváth fogadott, Szabó a háta mögé. Rejlic, bravo! Villámcsenge kezei között megy át a labda. És ez ezúttal tökéletes 3-1. Rejlic megy nyitni, ugye? Mondtuk, hogy ő a mieink félig idegen légiósa, hiszen már kettős állampolgár, de alapvetően szerb játékos. Ez is jó nyitás volt. Ez meg egy jó feladás. Sajnos meg egy jó blokk! Pisák! Jó a sáncunk. És azért ne felejtsük el, hogy Araújzsóék nem alacsony játékosok, tehát ott kell lenni náluk a blokkban rendesen. 4-1. Jól kezdjük tehát a második játszmát is. Rejlic újra, Pór. Az egy jó ütés volt most, Villám. 4-2. A nevéhez megfelelő ütés volt. Araújzsó megy nyitni. Közben szépen megtelt itt a csarnok, azt nézem, hogy jó sokan vagyunk. Igen, én is pont azt néztem. És ez tök nem örömteli. Szoktak ilyen sokan lenni. Hát, ha ez a szezon már erről szól majd, hogy tele nagyon van a csarnok. Reméljük. Blokkos is volt, bent is volt pont az ellenfélnél, 4-3. Ugye Araújzsónak volt az első szedben is egy nyitás sorozata, most már 2-n túl van, jó lenne a harmadiknál visszavenni. Fura szó, hogy visszavenni, ebben benne van, hogy pénzért, inkább akkor visszaszerezni mondjuk. Rossz nyitásfogadás, mentjük még, de ezt már csak áttenni lehet. Nagy, Pór, azt meg kell szerezni. Horváth, hálós volt, 4-4 kiegyenlítenek. Ahogy csengő tiszta angolsággal mondják, unforced error volt, tehát egy ki nem kényszerített hiba. Inkább a teniszben tartják ezt számon, de ez is az volt most, Araújzsó újra. De ne vegyék át a vezetést, ha egy mód van rá. Ha jól látom, közben az edzőnk szólt a cserepadnak, hogy melegítsenek. Oh, mekkorát mentett ott Boller, pedig ez egy jó ütés volt. Nagy átteszi alkarral. Rejlic be középre. Egy center támadás! Bravo! Újra vezetünk. 5-4. Boskó Lili. Boskó Lili volt, igen. És ő el is ment nyitni. Jó nyitása az bizony, de milyen jó egy újabb bász. Pontosan két ember közé, tehát ez a mire eldöntik, hogy melyiküknek kéne fogadni, már késő. Ez a legjobb taktika nyitásnál szerintem. És egy újabb jó nyitás, de Pór most már nagyon figyelt. A Raújzsó, az kim volt szerintem, így is van. Vártam egy pillanatra az ítélettel, mert ugye meg kell várni, hogy a játékvezető mit mond, de kim volt. A csere, amit már az első szedben is láttunk, Pór lemegy és 17-essel érkezik Villányi Brigitta. Boskó Lili pedig továbbra is ott átsorog a nyitóhelyen, hogy aztán földobja a labdát és fusson utána, vagy három lépést. És utána szerváljon egy újabb ászértékűt.
Ezen 8-4 ide, és majd figyeljék meg Boskó Lilitőt, azért Békésabán örülni is megtanították. Egyébként ez is a játék pszichológiájának része, hogy minden pontot meg kell ünnepelni, és ezt Lili nagyon tudja. Aki ugyanis nem mer ünnepelni, annak nincs rendben az önbizalma. Ez out volt. Volt egy nagyon jó játékos, most már abba hagyta, és edző úgy hívták, hogy Pesti Anikó, illetve most is úgy hívják. Ő tudott úgy ünnepelni minden labda után. Egyébként center volt, és válogatott játékos Hajdan. Imádtam a játékát. Sőt, hát ő még át is mutogatott időnként az ellenfélnek, ami nagyon csúnya dolog, viszont elég hatásos. Szabó pont ezt akartam mondani, hogy az ünneplés... Horváth a pontszerző közben, mond. Tehát az ünneplés ez nem csak a saját csapatra van jó hatással, hanem az ellenfelet is megviseli. Tehát minden szempontból nagyon jó taktika. Nem. A pontok jó hangos megünneplése mindig. Kisás Flóra, reméljük ő is ünnepel majd a nyitás után. Araújo, nagy. Ezt meg kell szerezni, úgyis van. Szabó, Horváth. Nagyon kiszorított helyzetből kellett áttennie. Úgy van, Hernádi, Fisák messziről, egy rövid feladás, ez is megvan, bravo. Igen, ezt mondtam, hogy ez egyszer biztos bejön, kétszer már nem, háromszor tuti nem. Most próbálkozott egyel Nagy Kitti is, Fisák messziről, messzire. 9-6? Pár centivel kicsúszott. És ugye minden rontott labdán azonnal túl kell lenni, mert ha a játékos azon vacillál, hogy miért rontott el, akkor nem tud játékba lendülni. Már pedig kell, nincs pihenő, jön a következő szerva. Nagy Kitti szerve. Ez irányító játékos a TF-ben. Horváth, na most kap egy jó feladást. Hernádi. Harmad. Megmentik még. Mi több, egy nagy ütés lesz belőle, 9-7, Araújo. Ugye pont abból a távolságból ütött, amikor még nehéz volt eldönteni, hogy kell-e oda blokk, vagy inkább próbáljuk meg hátul összeszedni a labdát. Nem baj, szól hátra a harmad, így van, nincs itt semmi probléma, játszani kell tovább, 9-7. Nagy Kitti újra. Horváth, ezt még talán Reil is megszerzi. Nem. Egyébként lábbal szabad beleérni, ha az elpattan egyből a lábról, tehát nem ragad oda, de sajnos a plafont érte a labda, az viszont szabálytalan. 9-8, egy pontra felzárkoztak, amikor Fekete Kriszta időt kér. Ugye ő egy, most nem írtam ki pontosan, de több százszoros válogatott, vagy 200 körül, ha jól emlékszem. Milyen volt vele dolgozni? Centerütő volt, tehát nekem jó. Tudott jó tanácsokat mondani. Érdekes női edzővel mindig, tehát ritka. Mondjuk itt Budaörsön volt több is, de igyekszünk mindig megfogadni minden tanácsát az edzőnek. Ugye ő Petivel dolgozik most együtt, Torma Péterrel, nagyon jól kiegészítik egymást. Most ugye mondta Kinga, hogy volt több női edző, és hogy más nem mondjak, az a Szeles Márti, aki a mostani feladónknak, Szabó Lucának az anyukája. Pontosan. És aki egyébként válogatott játékos volt, jól emlékszem, Szegeden. Szegedi, ugye a Szeles Márti? Igen, igen. Ő Szeles Márti, Szél Márti, Szél bocsánat. Márti. Volt egy Szeles Márti nevű játékos, és ő Jászberényben játszott, az más. Szép fogadás. És kint van! Horváth jó labdát kapott, és meg is ölte azt a jó labdát. Újra kettővel megyünk ezzel. Ugye Horváth a legmagasabb most a pályán, ha jól látom a mieinknél. Az sosem hátrány a röplabdában. Jó kis nyitás volt az új talajról. Az meg is szép mentés. Luca. Flóra. Holler Anna szedi össze, Nagy Kitti. Egy rövid feladás, úgy van. Hernádi második ütést szed össze itt egy labda meneten belül. Araújo. A harmadikat már nem sikerül. 10-9. Az a baj, hogy Araújo kezd belejönni. Vagy tudja már, hogy hogy helyezkedik a blokkunk. Meg az, az igazság, hogy az ilyen hármason túli ütéseknél mindig vagy luk, vagy fa. Lehet nagyon jó is, nagyon rossz is. Villányi szervál. Rejlics. Uha. Hát ez sajnos kettős érintés volt Licától.
Ezért mondtam én is, hogy húha, de reménykedtem, hogy hát, ha csak én húházok, de nem. 10-10. Egyenlít tehát a TF. Ugye az első szedben át is vették a vezetést egyszer. Most ne tegyék. Hernádi. Szabó. Bejlics. Araújzsó szedi össze, nagy kitté a háta mögé. A hálót éri a labda, és ez nekik jó, ezúttal vezet a TF. Nem nagyon tehettünk erről. Ez persze nem igaz. Villányi. Rejlics. Az jó! 11-11. Milana Rejlics kapott egy szépen kiemelt labdát, és agyon is ütötte rögtön. Harmad Zsófi megy nyitni. Ő honnan érkezett, a Zsófi? Kaposvárról érkezett. Mondtad az előbb, hogy Horváth Petra a legmagasabb, igen, talán még Harmad Zsófi is. Nem tudom, hogy melyikőjük a magasabb, de ők ketten most a legmagasabbak a pályán. Szabó Luca, Rejlics egy picit a háta mögé ment, de még így is jó lehet. Az át fog jönni, figyeljünk. Hát ez szomorú, szomorú. Ugye ez a váratlan áteső labda. Erre vagy oda tudunk érni, vagy nem, most éppen vagy nem. Újra vezet az ellenfél. Haklinyit. Rejlics. Luca megint megpróbálta. Igen. Ez a háló már megint neki is segített. Kicsit késik a blokkunk, övéké a pont. Először vezet kettővel ebben a szedben az ellenfél, és már is cserélünk. Molnár Anna, ha jól látom, 11-essel, mégpedig a miénk 9-ese Boskó Lili helyére érkezik. Anna már tavaly is, ugye ő tavaly is itt volt a csapatban, jól emlékszem. Igen, Anna tavaly is itt játszott, ugye center játékosként, és tavaly a TF csapatától érkezett hozzánk. Reméljük, hogy ez most őt még jobban motiválja. Nagy. Az megvan, gyerünk, Flóra fel kell adni. Horváth messziről. De jó feladás volt. És milyen jó blokk hozzá, Molnár Anna. Bejött és azonnal pontot blokkolt. Egy pontra zárkózunk ezzel. Luca megy elnyitni. És azt nézem, hogy mert ugye a hölgyeknél mindig illetlenség erről beszélünk, de Luca fogyott, mióta nem láttuk. Igen, igen. Ahogy mondtam, az alapozás jól sikerült. Ja, igen, már a második játékos, akinél ezt leszűrjük. Hú, de jó ejtés volt. Azt a mindenségét neki, Villám. Ott volt az a bizonyos lyuk a pályán. Igen. Amiről az előbb is beszéltem. Jól észrevette, Villám. Újra csere az ellenfélnél, visszajön a pályára Dani Laura. Ugye az a szabály röplabdában, remélem, hogy még mindig ez, hogy egyszer lehet oda visszacserélni egy szetten belül azt, igen, a két játékos. Igen. Dani. Ugye nyitni hozták be őt, és nyitott is egy nagyon jót. Nagy. Araújzsó. Harmadszor segít nekik a háló. 12-15. Persze ez nem mentség. Dani Laura újra. Ez most nem volt egy rossz fogadás. Viszont ez egy nagyszerű sánc volt. Rejlicset borították be. 12-16. 4 pontos különbség. Dani újra. Újabb csere lesz a miénknél, ha jól látom. Méghozzá majd liberóban cserélünk. Az át fog menni sajnos. Miénk a pont. Igen, igen. Már annyira vártuk, mint egy falat kenyeret. Beleértek a feladónknak a feladásába, és ez szabálytalan. Rejlics. A
A Raúzó messziről, az megvan, bravo. Szabol utca. Rejlicsnek, és ez is jó, 14-16. Zárkózunk, nem szabad feladni. Itt a szett közepén egy 3-4 pontos hátrány, az még ledolgozható. Mondjuk 24-20-nál már nehezebb lenne. Rejlics újra. Majd átteszi. Hogy lehetett látni, hogy átteszi, de sajnos bejött. Luca taktikáját választotta Nagy Kitti. Funtek jönben állunk. Mégpedig liberóban. Mindez 14-17-nél. Az de szép volt! Molnár Anna! Az a klasszikus tyúkütés már a levegőben van, amikor fölteszik a labdát. Nagyon nehéz ilyenkor odaérni a blokknak. Hát erről te jobban tudnál szakmailag beszélni, hogy ez hogy néz ki, de ugye ez egy nagyon szép támadás volt. És Anna el is mehet nyitni cserébe. Mondjuk az nem volt egy nagyon jó nyitás azért. De legalább megmenti utána. Na. Rejlics. Pisák. Azt szerintem kint volt, mit mutat a játékvezető. Így is van. 16. 17-17, vagy 16-17. Na mindjárt megnézzük. Egyszer lemaradtam. Én sem tudom sajnos. Ezek szerint 16-17. Igen. Na, egyenlíteni lányok, gyerünk. Az első szett megvolt, a második mostanában dől el. Egy jó nyitás volt. Jaj, de nagy blokk! Horváth! Egyedül volt villámmal szemben. Ez jó kis lélektani előnyt ad mindig. Egy-egy ellen, ha nyerünk. Fú, 17-17. Ügyesen felhozták a lányok. Nagyon, nagyon jó csinálták. Ezt össze kell szedni, úgy is van. Horváth. Kint ez volt. Ez is autrások. Azért vártam ki, mert én innen nem láttam a lányoktól, hogy hova esik le a labda, de ez azt jelenti, hogy újra vezet a budaörsi csapat. 18-17, és az ellenfél edzője Gaitanakis mester időt kér. No, szerinted minek volt köszönhető ez a fordítás? Volt egy momentum? Egy jó blokk, egy jó ütés, vagy mi múlik ilyenkor? Szerintem volt egy nagyon jó csere Molnár Anna személyében, de szerintem azt te is észrevetted, hogy jókat üdött, jókat blokkolt. A libero cserét azt még nem tudom megítélni, hogy jó lépés volt-e, de reméljük, hogy igen. Ezen kívül nem tudom, hogy minek volt köszönhető. Nagyon biztosan szerválunk, nem nagyon volt szerva hiba. Igen, ebben a szedben konkrétan egy sem volt, ha jól nézem. Luca nagyon ügyesen irányítja a játékot, minden ütőt megmozgat, négyesre, hátra, centerbe is ad, tehát nem az van, hogy egy játékosnak adja folyamatosan, és így a TF-nek a blokja nem tudja lefigyelni, hogy most éppen hova fog menni a feladás. Na nézzük Annát újra. A másik Anna Boller fogadta, nagy teszi a háta mögé, az meg lesz, úgyis van. Szabó Luca, Pisák Flóra. Valószínűleg kint lett volna, de azért Anna megmentette. A Raúzsó nagyon laposról. Ájjájjáj, megint ott volt az aluk. Az aluk. Anna érkezett egyébként, mert lehetett látni, hogy ez nem üthető labda, de ettől függetlenül sajnos pont lemaradt róla. 18-18? Villámcsenge megy nyitni. Funtek, a rossz fogadás 18-19. Az nagy baj, ha a libero nyitásfogadás ront, ugye, hiszen ez az egyik legfontosabb feladata. Villám újra. Úgy látom, kipéciszte magának Fucsek Sárit Villám Lilla. Mivel új a pályán. Araújo.
Araújó esküszön veszélyesebb hátulról, mint előről. Nagy. De nagy mentés volt. Rejlics volt. Az a baj, hogy ez így egy potyalabda sajnos. Hopp, 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 négy érintés, jól van. 19-19. Ilyet annak idején tőled is láttam, hogy menet közben átváltottál egyik kézről a másikra, csak azok átmentek. Igen, ez általában ilyenkor nincsen összhangban a feladás a centernek az ütemével, ahogy érkezik, és ilyenkor, ha a jobb kezem fölött elszáll a labda, akkor muszáj a ballal elérjen. Nem egy előre kitalált taktika. Újra vezet az ellenfél. Mert ugye a szélső ütőknek könnyebb dolgok van, mert szépen kiemelik nekik a labdát, van idejük előre-hátra toporogni. A center, ha elindul, akkor az szép magyartalansággal el van indulva, ott már nincs visszaút. Igen, egy bizonyos szempontból nekik könnyebb, de ők kapnak blokkot, mert lassú a labda, amit kapnak. A centerek remélhetőleg, vagy ritkábban kapnak olyan nagy blokkot. Sajnos most viszont nem állt össze a blokk időben, úgyhogy kettővel vezet az ellenfél. 21-19, és ez most így 20 fölött a két pont, az már komoly. Fekete Kriszta időt is kér azon nyomban. Nincs még ám ez veszve ez a szett, csak most, ahogy mondani szokás, kéne egy momentum, ami újra lendítene egy nagyot a csapatom. Hányat edz egyébként a társulat egy héten? Minden nap edzenek. Szerintem van olyan nap, amikor többször is. De az biztos, hogy napi egyet, igen. Vasárnapi meccsek előtt szombaton is természetesen. Ugye ez változó. A mi hazai meccseink mindig szombatonként vannak, de az idegenbeli meccsek van, hogy vasárnapra esnek. Mutatja a játékvezető Fekete Krisztának, hogy ez volt a második időkérése, tehát ebben a szedben többet már nem hívhatja le a játékosait. De jól tette, hogy kihasználta, most kellett ez az idő a lányoknak. Reméljük, hogy élnek is vele. Nagy Kitty. Mindenütt neki, de jó nyitás volt ez is. Pedig Rejlics az egyik legmagabiztosabb nyitásfogadónk. Azt hiszem, hogy valaki elmozgott előtte, és az úgy megzavarhatta. Hárman fogadunk ugye csak. Van, amikor négyen. Szerintem belépett most Nagy Kitty, mehet tovább. Araújó, azt onnan már csak nem üti meg. Viszont Horváth, reméljük, hogy igen, úgy van, 20-22. Óriási erő volt ebben a labdában. Ez most egy igazi klasszikus négyesütő. Nagyszerű edző Deme Gábor szokta mondani, hogy minden csapatba kell egy hajpánt, ami azt jelenti, hogy egy nagy magas hajpántos játékos, aki négyes helyről beveri a labdákat. Akkor ez a TF-nél Araújó. Igen, nálunk meg egyikünkön sincs hajpán, de... Ja, de rajta van is tényleg. Hú, az nagyon kint volt. 21-22. Egyébként ez a hajpánt onnan jön, hogy valamikor vagy 15 évvel ezelőtt Szenyicán, Szlovákiában volt egy nemzetközi torna, ahol a magyar ország színeket a Nyíregyháza képviselte, és a szlovák válogatottban volt egy, már nem emlékszem, hogy hívták, egy kétméteres lány. Hát... ahhoz megfelelő testsúllyal, és hajpántja volt, és mindenki tőle rettegett. Ez rosszkor jött ez a hiba, igen. Sajnos. Hiszen így megint kettővel vezet az ellenfél, és kettő kell nekik a szett megnyeréséhez. Villányi tovább. Az jó, és visszajön sajnos, de az már nem jön vissza, Rejlics, úgy van, 22-23. Látszott, hogy nagyon óvatosan nyúlt át a hálón, nehogy. Igen, a lábujjhegyen nyúlt át. Igen. Harmad Zsófi nyit. De előtte egy csere, Pór Alexandra érkezik vissza, hogy a Villányi nyitni volt bent. De kéne most ez a pont. Araújó. És az az üres hely. Ajajajajaj. Azt hiszem, hogy most nagyon nagy volt ott a Lukasánc mögött. Ezt még vissza lehet hozni. Igen. Hogyha igyekeznek a lányok.
két játszmalabda az ellenfélnek, de előtte egy törlés. És érkezik Kolada Judit, ha jól látom. Uh-huh. Feladóba vajon? Pisák Flóra helyére. Akkor ezúttal nem. Kettes ütő, csodálkoztam volna. Igen. Csak mert mondtad, hogy feladót játszik most azért. Én mondom, hogy igen, feladónak is egy, de univerzális játékos meccsen mostanában. Hát fogadni nem fog, azt látom, mert onnan kizárják. Igen. Az is lehet, hogy nem feltétlen játékos szempontból történt ez a csere, csak egy kicsit a játéknak a szaggatása miatt. Az kim volt? Kim volt? Pont Fekete Kriszta mögött esetleg. És úgy tűnik, hogy lejött. Így van. Még egy játszmalabdája van az ellenfélnek. De most már előre is forgott Kolada Judit, szóval hát, hogyha... Időt kér Gaitana Kismester. Ő visszaggatja a játékot. Igen, itt most mindenki. Na, hát 24-23-nál ugye itt most mindent egy lapra kell föltenni, a következő pontot meg kell szerezni, és utána kettővel nyernünk kell. Na most Kinga, folyamatosan kell beszélnünk, mert jogdíjas zenét játszanak itt, és jó hangosan, amiért minket a YouTube le fog tiltani, úgyhogy mondjál valamit nagyon gyorsan és nagyon hangosan. Hát most nagyon reménykedem, hogy Kolada Judit barátnőm fog kapni egy jó kis labdát, és beüti a következőt, mert hogy neki ezek a utolsó lehetőségek, hogy megmutassa itt Magyarországon az elkövetkezendő két évben, nem fog itt játszani. Ugye és olyan jó róla, lenne szépen búcsúzni. Amerikába megy, Szabó Luca szervál, vagy nyit, ahogy tetszik, por. Hát az sajnos... De sajnos esélyünk sem volt ez ellen a labda ellen. 23-25, és ezzel két játszma után, akkor, amikor a mérkőzésből 54 perc telt el, 1-1. Na, hát bocsáss meg, Kinga, neked kell beszélni, nekem le kell menni szólni, hogy halkítsák ezt a zenét, mert betét bennünket a YouTube. Közvetítem. Tehát 1-1 most az állás. Ez azt jelenti, hogy legalább 4 szettes lett ez a mérkőzés, mivel hogy a röplabdában 3 nyert szettre játsszuk a meccset. Így azt szoktuk ilyenkor mondani, hogy olyan, mintha most kezdődne a meccs. Mert innentől kezdve nyerni kell még legalább 2. Visszajött közbe társam. Na, jól van, lekiabáltam, mert tudják, azon kedves nézők, hogy a file megosztóra fölmegy majd a mérkőzés, és ha olyan zene van, ami után nem fizetünk jogdíjat, mert hogy mi közvetítünk, nem zenét használunk föl, akkor azt le fogja tiltani, és akkor önök nem láthatják, nem hallhatják ezt a meccset. Akkor most, mint ilyen technikai vezetőhöz fordulok, hogy küldünk majd neked zenéket, és állítsatok össze belőle olyat, ami jogdíj tiszta, jó? Jó, persze. És akkor mindannyiunknak könnyebb dolga lesz. Na, szóval 1-1. Mit vársz most a harmadik szettől? Ezt mondtam pont a nézőknek, amíg elmentél, hogy ez olyan, mintha most kezdődne a meccs újból. 1-1. Hát nehéz lesz. Ahogy mondtam az elején is, hogy ez egy szoros mérkőzés lesz valószínűleg. Ez most be is jött, de... Én úgy látom, hogy jól menetelünk, tehát hogy nekem tetszik a Budaörsnek a játéka, bizakodom nagyon. Hát az a helyzet, hogy eddig minden az én terveim szerint alakul, hiszen én azt mondtam a stúdióban, most benn voltak a múltkor a Városi Televízió stúdiójában Béla és Luca, hogy mi a 3-1-es meccseket szeretjük, mert a 3-0 az unalmas, 3-2-es győzelem nem jó, mert akkor nem kapjuk meg a teljes pontot, a 3-1 az nagyon nézőbarát, úgyhogy igen. Megvan az ellenfél egy szettje, most már csak mi jövünk ezután. Jó hosszúra nyúlik most ez a szünet. Ugye a leghosszabb szünet mindig az 5. szettet megelőzően van, mert bízunk benne, hogy most nem lesz 5. szett, hanem simán nyerjük a következő 2. Abban én is reménykedem, hogy nem lesz 5. szett. Az már mindig nagyon nehéz. Hát igen, az már ugye csak 15 pontig megy. Annak idején még a korábbi szabályok alapján, amiben még mi fölnőttünk, csak az a csapat érhetett el pontot, aki éppen szervált, így voltak 3 órás mérkőzések. Elképesztő volt. Szerintem a röplabda történetének legjobb szabálymódosítása volt, mikor azt eltörölték. És akkor is 3 nyertszetre ment? Bizony. Aztán és emiatt... Oda kellett jó kis kondi, elképesztő hogy ki lehessen bírni egy olyan hosszú meccset. Hát a tévések meg azért utálták az akkorik, mert közvetíthetetlen volt, mert nem tudtad, hogy most 40 perces meccs lesz, vagy 3 órás. És az nagyon nem mindegy.
Na, hát akkor nézzük a következő játszmát. Mi kezdjük a szervát. Szabó Luca megy el. A játékvezetők még ellenőrzik, hogy mindenki a helyén van-e, és miután igen, elkezdődhet a mérkőzés harmadik szettje. Araújo fogad, átjön a labda, Huboller mekkorát mentett. Szabó, az jó, az védhetetlen. Bravo, Molnár Anna. Molnár Anna a pályán maradt. Jó csere volt. De úgy látom, hogy visszajött a kezdő feladónk, liberónk, Hernádi Sári. Így van. A kezdő feladónk meg azóta is ott van. Por fogadott. Araújo megint hátulról, nagyon veszélyes onnan. Pisák. Ő meg onnan veszélyes, bravo Flóra! Jók ezek a kis sáncról kieső labdák. Ez egy külön technika, amit tanulunk, hogy hogyan lehet a sáncról kiütni oldalra a labdát. Ugye budaörsi csapatban évekig Rácz Márti volt ennek a mester, amikor már nem ugrott olyan nagyon magasra, mint korábban, viszont szépen elkenegette a labdákat sáncról. Kosár érintéssel a fogadás. Azt most Araújo nem tudja megütni, de majdnem jó helyre tette. Pisák újra. És az újra. Is jó! Bravo Flóra! Másodszor mondom, hogy bravo Flóra ebben a szedben. Még egy olyan 8-9-szer szeretném mondani, és akkor nem lesz gond ezzel a játszmával. Szabó Luca. Por. Az jó. Jó fogadás. Rejlics. Por, az meg lesz, úgy van, Horváth. Pisák megint. És jó, hát némi szerencse kell. Ja nem, bocsánat, azt kell mondani, hogy bravo Flóra. Bravo Flóra, igen. Igen. Ez most legyen már koncepció innentől kezdve. 4 pontot szereztünk, ebből 3-at Pisák Flóra ütött be ebben a szedben. Luca szervál tovább. Igen. Ez már az 5. szervája talán? Hát 4-0, igen. Azt kell, hogy legyen. Hiszen ő kezdte a szervát. Tartson sokáig, mint a Luca széke. Araújo, leblokkoljuk! Bravo! Na hát azért mindig nem jöhet be neki. 2-es csere lesz az ellenfélnél, ha jól látom. Egy már biztos, érkezik vissza a pályára, illetve érkezik a pályára Németh Judit. És érkezik 12-essel Dani Laura. 5-0-nál mindez. Szabó Luca tovább. Elénekeljük neki, hogy tovább, 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 mint a ballagáson, és hát ha még szervál 3-4-et. Por. Na, ezt most összeszedjük. Uha, Rejlics. Hát az egy rossz feladás volt. 6-0, villám rajt. Luca szerencsére jó az ilyenekben, hogy jó sokáig szerváljon. Nem szokott rontani. Gaitana kismester időt is kér, hát 6-0-nál mi más tehetne. Ugye Szabó Lucával kapcsolatban már elmondtuk, hogy kinológus, de akkor rólad is elmondjuk, hogy te pedig miközben eltelt itt a nyári szünet, doktorrál értél, hiszen gyógyszerész lettél. Más doktornéniként eljönni dolgozni? Hát természetesen, úgy, hogy ide dolgozni, vagy úgy a gyógyszertárban. Nem sok különbséget érzek. Igen, most már a gyógyszerészek is megkapják ezt a doktort a nevük elé, mint az orvosok. Hát örülünk, megtiszteltetés. De alapvetően nem érzek különbséget. Hát figyelj, ahogy én tudom, az egyetemi képzés az legalább olyan kemény, sőt, azt mondják, hogy a gyógyszerészetéről könnyebb kiesni, mint az orvosiról. Hát igen, más. Sokban hasonlít, de sokban más is. Az biztos, hogy hasonlóan nehéz. Na, majd ha lesz saját gyógyszertárad, reméljük hamarosan, akkor csak oda fogok menni kiváltani és a receptjeimet. Legyen itt? Szabó Luca. És nem rontotta el a szervát. Nem bizony. Az viszont egy nagyon jó Molnár Anna blokk. Jó, akkor legyen bravo Anna. Bravo Anna. Most akkor mindenkit bravózunk, aki pontot szerez. Eddig bejött. Ami újabb 2-es csere az ellenfélnél, a feladó már érkezik is vissza, és illetve Korvázita is.
Hogyha megfigyeled, nem a feladót cserélte le a feladóra, hanem a feladót az egyik ütőjátékos, és igazából ezzel sort cserélt. Tehát másik sorba került az irányító játékosa a TF-nek, de úgy tűnik, hogy nem jött be, ezért visszaállította az eredetit. Egyébként Nagy Kitti, én fiatal korában, most is fiatal, még fiatal korában, én még ütőbe is láttam játszani juniorban, tehát ő ahhoz is ért. Igen, mert magas játékos ő is. Az is megvan, jól van. Luca, kicsit lapos az a feladás, de legalább átmegy onnan, meg nagyon nehéz jól megütni. Majdnem sikerült egyébként, Pisák. Az sajnos 4 érintés volt, hálóról jött vissza. Nem baj, ha mi minden 7 pontunk, ha mi minden 7 pontok után egyet szerez az ellenfél, én elégedett leszek. Akkor én is. Nagy Kitti megy nyitni. Sajnos átment, meg ez is átjön. Majdnem belenyúlt a hálóba, de pont nem. Jól kiemelt labda, de nem volt igazán jó helyre menő ütés. Úgy van! Há mindenségét neki. Molnár Anna kezéről megint visszamegy. Most már azért legalább Araújónak ezeket a távoli ütéseit le tudjuk blokkolni, és ha minden második visszamegy, az már jó, mert akkor egy idő után megunja ezt az ütkérezést. 7-2 tehát. Na, mit mutatnak? Kint volt. Out. 8-2. Rejlics megy nyitni. Ő játszott azon a, azon a mérkőzésen, amikor a szombathelyi csapatot megvertük itthon, és az óriási nagy bravúr volt, mert akkor a szombathelyi kezdőben gyakorlatilag Rejlics volt az egyetlen magyar, és ő is ugye úgy, hogy kettős. Ajaj. Valaki hálóban az ellenfélnél, 9-2. Rejlics megy visszanyitni. Jó lenne megtartani ezt az állásunkat, hogy Rejlicsnél többet nyisson, mert ilyenkor az irányító játékosunk hátsó sorban van, és 3 ütővel tud operálni, Luca. Igen. Na hát akkor az ellenfél kér időt, de most mi a mieinket látjuk. Pontosabban önök látják, én a statívunktól éppen csak sejtem a lányokat, de látom, Fekete Kriszta magyaráz. Hát ki más magyarázna? És Torma Péter. Próbálom leolvasni a szájáról, hogy mit mond, de sajnos... Nagyon nehéz. Én is szoktam kísérletezni, de hát... De feltételezem, azt mondja, hogy csak így tovább, mert most jól mennek a lányok, 7 ponttal vezetünk. Ha ezt meg tudnánk tartani, az bravúros. Ebben az állásban minél több pontot kéne még csinálni, nem kímélve az ellenfelet. Az kim volt sajnos. 9-3. Boller Anna úgy emelte a kezét, hogy belenyúljon, de aztán sajnos kiszúrta, hogy hosszú lesz, és visszahúzta a kezét. Bejött a görög edzőnek ez a taktikai időkérése. Villányi Brigitta nyit. Rejlics. Boller teszi föl, az rajta nagyon rájött háló. A hálóra. Az már sajnos jobb. Olyannyira, hogy pont is van belőle. Horváth Zita ütötte be. 9-4. A 7 pontos előny 5-re olvad, de ez még nem tragédia, csak most ezt próbáljuk tartani. És játsszuk úgy végig a szettet, hogy egyet ide, egyet oda, és akkor köszönjük, jók leszünk. Rejlics. Jó nyitás volt, de szépen fogadta Horváth. Boller. Araújo, az benn van. 9-5. Villányi újra. Ő is nagyon jól nyit egyébként. Most már ez a harmadik szett láttuk jó sokszor. Rejlics, el is pattan a kezéről most a labda, úgyhogy javíthat. Boller. Jó blokk, bravo! Nem láttam, hogy Molnár Anna vagy Horváth... Petra. Petra, bocsánat, kezéről pattant vissza, de tulajdonképpen
mindegy is, majd ők elosztják egymás között a dicsőséget. Molnár Anna megy nyitni. Ez biztos, hogy most az ő keze fogja először érinteni a labdát. Átjön erre az oldalra. Némi szerencsével, de átment. Nehogy már onnan is megesse, de megüti a brazil sajnos. Nagy. Ez egy jó feladás. Ez meg egy jó mentés. Pisák. Hú, mekkorát. Molnár, Szabó Luca. Egy rövid labda kint van. Csoda vigyel. 10-6. Harmat volt, ha jól láttam. Hát a TF sajnos lassanként dolgozza le az előnyünket. Igen, már 7-ből csak 4 van. Hakle szerváját fogadjuk. Á! Igen, ugye röplabda hangos játék, Pisák Flóra szólt, hogy én viszont Szabó Luca meg úgy van vele, hogy minden második labda az övé. Így aztán egyikük és sem lett végül. Időkérés? Igen. Úgy látom, hogy a lányok kicsit megzavarodtak. Most van egy. Meg is beszélték egymással gyorsan, Pisák Flóra és ki kéne jönni Szabó ebből a hullámvölgyből, mert a TF már egy huzamban. Hát figyelj, azt mondja, hogy 9-2-re még mi vezettünk, és most 10-7. Tehát mi egy pontot szereztünk, míg ők 5-5. Hát igen. És az azért az egy nagyon-nagyon komoly sorozat a részükről. Közben itt látom, hogy a lányok egymásnak is próbálnak tanácsot adni, nem csak az edzők. A sarokból szoktuk figyelni ugye a játékot, és segíteni a társainkat, hogy mit látunk, cserék, és úgy mondani nekik, hogy mi lenne a jó megoldás. Hát most például az lenne a legjobb megoldás, hogyha Hakle Szilvia hosszúra ütné a szervát. Az nagyon könnyű pont lenne nekünk. Hát nem teszi meg ezt a szívességet. Pisák. Na, az se rossz a... Ja, bocs. Bravo, Flóra! Pontosan. 11-7. És bravo, Flóra nyit. Lehet, hogy most alkotunk egy becenevet neki, tehát hogy ilyen idézőjeles Pisák, bravo Flóra lesz jövőre már. Hát ez most nem volt olyan nagyon bravo azért. Nézzük a dolog jó oldalát, volt benne erő. Horváth Zita. 3 pontos különbségnél, de még mindig mi vezetünk. Az a 7-0 az nagyon jó volt az elején. Rejlics. Azt csak áttenni lehet sajnos. Araújo. Szent. Igen. Reménykedtem, hogy hát a háról jött vissza, de ezek szerint nem. 11-9. Horváth tovább. Most ezt mindenképpen meg kell szerezni, ezt a pontot, ami most jön. Rejlics, a fogadás az megvan. Horváth, Boller. Boller nagyon sok labdát összeszed. Az háló, az biztos, hogy háló. 12-9. Hú, ez most mint egy falat kenyér. Annyira kellett. Horváth Petra újra. Ezúttal már nyitóként. Boller, Araújónak vissza. Hát hihetetlen. Ez a csaj, ez nagyon beindult. Most már tényleg mindenhonnan üt, ha kell, ha nem. Volt egy borzalmas nyitásfogadás, amit Boller Anna valahogy bejátszott középre, Araújó meg agyon ütötte. Nagyon jó helyre ment a labda. Igen. Két védekező játékos közé. Na nézzük a brazilt, hogy nyit. Jó, sajnálom. Á, nem, hosszú. Hú. Megint azt láttam csak, hogy szágult, de nem kezdett el lefelé csapódni. És ez volt a szerencsénk, 13-10. Igen, nem tette rá eléggé a csuklóját talán. Harmat. Harmatnak az előző szedben volt egy pár jó nyitása, reméljük, hogy most is megmutatja.
Hú, az egy picit alacsony, de így még lehet javítani. Figyelnek már erre sajnos. Gyerünk, Petra, el kell érni, úgy is van. Szabó utca teszi át. Nagy Kitti. Azt már nem lehet elérni. 13-11. Villámcsenge volt az elkövetője a pontnak. És most jól elmegy nyitni is. Visszajön, figyeljünk, úgy van. Rejlics. Sajnos jó a blokk, 13-12. Nagyon jól felhozta a TF sajnos a 7 pontos előnyünket. Ami nekik lélektanilag is az egy előny, nekünk meg pont az ellenkezője. Horváth, Szabó Luca, Molnár Anna. Na, ezt meg kell játszani, lányok, nem jó sajnos. Így jó? Szabó Luca erőszakos volt, most ez kellett, hogy legyen. Így aztán nem egyenlítenek, hanem megint kettővel vezetünk. Én nekem az is elég lenne, csak 25-23-ra nyernénk ezt a szettet, tehát nem vagyok nagy igényű. Szabó Luca az elején szervált hetet, sőt 8-at, mert ugye 8-at vették el. Most ha 4-et szervál, akkor is nagyon elégedett leszek. Az kim van, ha nem ért bele senki, akkor milyen kapon nem ért bele. 15-12. Na, egy szerva tehát megvolt a általam remélt 4-ből, és újra 3-mal vezetünk. Az se rossz, ez a 3 pont. Nem bizony. Csere lesz az ellenfélnél, nem? Egyelőre még csak leül oda a játékos. Megvan az még. Rejlics, Holler, nagy. Az szép, bravo! Ez a Sári. Az pedig kim van Rejlics ütése után, 16-12. Na, kétszerva megvolt a 4-ből, amit reméltem. Bravo, Luca! Mindenkire mondjuk, hogy bravo, ez eddig mindig bejött. Ez egy jó állás, úgy tűnik. Igen, és most csere az ellenfélnél, Hakl Szilvia megy le a pályáról, és hetes számmal Ambrus Nóra érkezik. Mondanám, hogy a coffos, de az ellenfélnél mindenki az. Várjál, nálunk van, aki nem coffos? Nincs. Akkor 12 coffos lány. Az sajnos egy szép játék volt most. Erről a coffosról jut eszembe. Na. Ratimorszki Karcsi bácsi, edzőnk, mondta azt, hogy akkor lányok, a coffosra kéne szerválni. Csak így álltunk az egész csapat, hogy vajon ez mit jelenthet, hogy a coffosra. Aztán kiderült, hogy ő a coffosra a fonott hajú lányokat érti. Á, ja, értem. Luca most mondta, hogy jöjjön, úgyhogy Fisák Lóra újra. Nagy Kitti, hátra Araújzsónak. Hát, nincs mese. Mondom, Araújzsó sokkal veszélyesebb hátulról, mint előről. Ott valahogy le tudjuk blokkolni, ha onnan jön a hármasról, akkor nem nagyon. Igen, pont ezt akartam mondani, hogy magas Araújzsó, de nem annyira magas, nagyon jól összeállene a blokkunk, és úgy tűnik, hogy azért inkább hátulról támadtatják. Az pedig szinte lehetetlen blokkolni. Horváth. Araújzsó, azt csak átteszik, úgyhogy ezt meg kéne játszani. A bejátszás az jó, és az ütés is! Molnár, 17-14. Mindig örül a szívem egy jó kis center támadásnak. És arra jutott eszembe, amit mondtál, hogy hátulról támad. Megvan a Buzek Lászlós mondás? Nincsen. Nem? Volt egy ilyen fantasztikus röplabdás, hogy Buzek László tényleg nagyszerű, ott a felesége is válogatott játékos volt Buzekné, és egy közvetítésben mondta Vitár Robert egy ilyen, állj, szedjük össze, na majd aztán befejezem. Pisák, úgy van! Hát azt már nem fogják elérni, 18-14. Szóval Buzekné ütött a hármas vonalon túlról egy labdát, valamikor a 70-es években járunk, és Vitár Robi bácsi megörült, és annyit mondott, hogy Buzekné hátulról, ahogy a férje szokta.
és ez bevonult a riporteri arany köpések tárába. Na, ezt elhiszem. Rejlics. Az jó. Szabó Luca röviden, Rejlics, úgy van, 19-14. Erre mondjuk azt, hogy a háló velünk van. Ja nem, bravo Mirjana. Na ez megint nagyon jó kis 5 pontos előny. Bizony, ez most egy nagy sorozat. Rejlics újra, egy rövid nyitás. Nagy, azért fel tudja emelni ütésre. Az kim volt, az kim, nem. Mégsem. A játékvezetők sokkal közelebb vannak, én meg sokkal inkább szurkolok a BDS-ének, úgyhogy valószínűleg nekik volt igazuk, nem nekem. Villányi. Ő nagyon jól nyitott az első két szedben. Most jó lenne, ha nem nyitna nagyon jól. Rejlős, de most is jól nyitott. Pisák. Honnan ütötte meg? Boller. Az is benn volt sajnos. 19-16. Olyan ez, mint az áprilisi forgószél ez a szett, hol az egyik csapat, hol a másik. Igen. Pedig ugye egy-egy után szokták mondani, hogy a harmadik játszma az kulcsfontosságú a mérkőzés tekintetében. De hát ez is olyan buta riporteri közszer, szerintem nem is a szakemberek találták ki, hanem a közvetítők. Mert hogy minden játszma kulcsfontos. Villányi megpróbált most egy rövidet nyitni. Más szót akartál használni, azt hiszem. Megpróbált most egy... Ja, hát igen. Gondolkodtam, tehát, hogy nem úgy értve rövidet, hogy a saját oldalán essen le, hanem a mi pályánkon. Hát egy ilyen szivatósat akart nyitni, mondjuk ki. Nem sikerült szerencsére Molnár Anna. Araújzsó. Hát még... hogy ment az vissza, de visszament. Sajnos most onnan is tud ütni, 20-17. Nagyon jó helyen esett le az a labda a sarokban. Igen. Tulajdonképpen ebben a szedben támadás tekintetében Araújzsó tartja a lelket az ellenfél csapatában. Egyértelműen egy nagyon domináns játékos a TF-nél. No. Ambrus. De jókor. Talán az első szervája volt az egész meccsen. Így van. És most két egymás utáni nyitást rontott el a TF. Tehát kétszer adták vissza anélkül, hogy játszottak volna. Remélem, hogy ez is döntő lehet a szett tekintetében. Pisák Flóra. Hát mondanom sem kell, hogy kiütötte be. 21-18, Araújzsó volt az elkövető. Nem is, azt se tudnám mondani, hogy menjen már hátra, mert onnan is beüti. Igen, mindenhonnan támad. Menjen le vizet inni, és egyen egy szendvicset, hozunk neki egy finomat. Ernádi nagyon szépen fogadta, Pisák. Lehetett hallani abból, ahogy megüti, hogy rosszul találta el sajnos. Igen. 21-19. És majd nézzék Horváth Zitát, hogy hogy sasszézik, miután földobja a labdát, mindig olyan, mintha utol se érné, de aztán csak utol éri sajnos mindig. Igen, érdekes ez a ráfutása, hogy rámegy a szervára. Araújzsó, az most megvan végre. Horváth, jól van! Nem jött igazán jól kézzel Petrának a labda, de menet közben még állított a kezén, és így lett igazán jó. Megint 3 ponttal vezetünk, és 3 kell a szett győzelemhez. Ez a 3 pont itt a játszma végén, ez már egészen jó, sokat számít. Igen, pofás, kis előny. Na, legyen miénk ez a pont. Nem sokon múlott, de nem. De ugye Petra gyakorlatilag az egyetlen, aki nem felugrásból nyit. Az erő meg is volt a labdájában, csak egy picit hamarabb kezdett el lefele csapódni a kelleténél. Araújzsó. Az elmúlt két szervájukat elrontották a TF-esek. Nagyon rá is készül a brazil. Ezt... Jól van, kiszedtük, bravo. Ez az lányok. Csak ez így egy könnyű támadás és egy könnyű pont villámcsenge. Ugye ezeket hívják a röplabdában potyalabdáknak.
És a potyalabda után egy időkérés a mieinknél. Fekete Krisztál úgy érzi, hogy most valamit tennie kell, hogy ne egyenlítsenek ki az ellenfél játékosai. Indokolt az időkérés. Te ilyenkor mit mondanál, ha te lennél most az edző helyében? Ne kérdezz ilyeneket, nem vagyok edző. De mondjuk lehet, hogy leszel. Hát nem tudom, mi jót lehet ilyenkor mondani a lányoknak. Nagyon jó lenne most egy jó fogadás elsősorban, mert Araújo nagyon jól szervál. Erős a szerva. És onnantól Lucára bíznánk, hogy ő hova adja fel a labdát. Ilyenkor mindig az első az, hogy pontosan be kell fogadni a labdát, és általában ezt is szokta mondani. Na nézzük, Araújo. Tehát a képlet nagyon egyszerű, vagy egyenlít az ellenfél, vagy elhúzunk két ponttal. Itt a végén már a két pont előny elhúzásnak minősül. Gaitának hisz mester közben, hogy a harmadik liter vizét issza ott a vonal mellett. Kint van! 23-21. Na, az elmúlt négyszer rajukból hármat elrontottak a TFS-ek. Isten tartsa meg ezt a jó szokásukat. Nem azért, mert sportszerűtlenek vagyunk, és minden áron nyerni akarunk, de olyan jó lenne nyerni. Harmad Zsófi. Az egy jó nyitás, de Boller nagyon ügyesen fogadja ezt is, Villám. Villám Csenke nagyon jó ott centerben most. Nagyon össze vannak, nem tudom, hogy mennyire vannak összeszokva, de úgy tűnik, hogy most nagyon összhangban vannak Nagy Kittivel. És amit csak tud, Villám Csengének ad labdákat, és pont is lesz belőle. Hát sajnos. Most, valószínűleg nem fogja, mert ő van hátul nyitó most helyen. Már igen. De Horvát. Hát ez sajnos kim volt. Ez egy elég rossz ütés volt most. 23-23. Nem volt pedig a feladás magassága, lehet, hogy rosszul találta el Petra. Csere a mieinknél. Pisák Flóra helyére Kolada Judit érkezik. Flóra nagyon jól játszott eddig. Most tény, hogy az utolsó néhány labdamenetben nem nagyon tudott már bekapcsolódni. Lehet, hogy jár neki is egy kis fújás. És legalább a játékot is szaggattuk egy picit így a végén. Villám. Az jó! Hát az látszott, hogy jó. Ahogy Molnár repült Szabó Luca irányában, már éreztük, hogy jó. Nekünk van játszmalabdánk, 24-23. Na, és Szabó Luca megy nyitni. Én mindig azt mondtam, hogy... Ez a jó állásunk, amikor Luca nyit, hátha. Most elég lenne úgy nyitni a egyet, hogy abból pont van nekünk. Araújo. Szépen kiemelt labda. Az meg lesz, így van. Lucától kéne most egy szép feladás, az megvan. Kolada pedig beüti. Bravo, Juci! Hát ezért jött be itt a szett végére, hogy eldöntse a szettet. 25-23. 7-0-ra vezettünk ebben a játszmában, aztán az ellenfél följött olyannyira, hogy most keresem, hogy volt olyan, hogy ők vezettek, de talán az azért nem. De 23... De vezettek. Mikor is vezettek? Nem vezettek. Döntetlen volt például 23-23. Na hát 2-1 van ide. Ilyenkor szezon elején teljes az erőllét még? Ilyenkor az alapozás még benne van még a lányokban? Sőt, azt mondanám, hogy ilyenkor még az alapozás egy kicsit jobban bennünk van, mint a labdával való kapcsolatunk. Tehát ilyenkor pont most már átértek a teljesen labdás edzésekre, a labdakezelésre, de ilyenkor még lehet, hogy egy kicsit úgy érzik, hogy nehéz a lábuk, nem olyan gyorsak. Az alapozás végén van a gyorsítási időszak, amikor megpróbálják a lányokat felgyorsítani. Nem tudom, hogy ebből mennyire jöttek itt, de úgy látom, hogy gyorsak, nem tudom, te hogy látod. Én is azt érzem. Tehát úgy gondolom, hogy ők most jó formában vannak, de nem most vannak a legjobb, nem a csúcsformájukban vannak, tehát hogy az majd még csak később fog eljönni. Ugye többször elmondtuk ezt a bűvös szót, hogy alapozás. Mondd el a kedves nézőknek, hogy ez miben más, mint egy normál edzési időszak. Az alapozás alatt naponta kétszer van, hogy háromszor is edzünk. Általában kezdünk mondjuk egy atlétikus edzéssel, futással, futóiskolával, akár hosszú távokkal, sprintekkel, utána pedig kondi, erősítés súlyokkal, saját testsúllyal, és a labdás edzések közül pedig nem a technikai részre van fektetve a hangsúly, hanem inkább, hogy minél több érintést tegyünk a lányok kezébe. Biztos legyen az érintésük,
és majd ahogy haladunk előre az alapozásban, egyre közeledik a bajnokság, akkor kezdünk el a technikai résszel foglalkozni, a csapaton belüli kapcsolatok kialakításával, feloldó ütőkapcsolat, egymás mellett védekező játékosok kapcsolata, és hogy összeálljon a csapat. Egyszer egy alapozásban volt alkalmam látni és hallani a következőt. A lányok, hát azért ezt mondjuk el a kedves nézőknek, hát általában keveseknek az alapozás a kedvence. Tehát legrosszabb. Itt gyakorlatilag reggeltől esik izzadás van, és bevonultak a leányok a tornaterembe, és azt mondta az edző nekik, mikor látta, hogy teljesen már mindegyik erején túl van, hogy lányok, akkor most labdás edzés, és a lányok borzasztóan örültek, majd az edző kaján videóról ennyit mondott, ja nem mondtam el teljesen, medicin labdás edzés. Igen, sejtettem, hogy ezt lesz a mondatodnak a vége. Igen, nagyon sokat használjuk a medicin labdát is, igazából súlygyanánt. Tehát röplabdázni nem próbálunk meg vele. Bár ezt azért elmondanám a kedves nézőknek, hogy kosárlabdát néha szoktunk alkalmazni. Kosárérintés és alkarérintéshez is, gyerekeknél is. Volt, hogy a szülők megkérdezték, hogy ezt mégis hogy gondoljuk. Szegény kislányokat kosárlabdával kínozzuk, de megtanulják, hogy nem kézből kell ütni a labdát, hanem lábból kell emelni. Igen, ez az egyik legnehezebb ebben a történetben. Tehát úgy gondolom, hogy most már a lányok edzéseken sokkal kevesebbet erősítenek, valószínűleg egy héten csak egyszer-kétszer van kondi edzésük, és a többi edzésen pedig labdáznak, és a csapatot próbálják meg kialakítani. És akkor ez a kondi kiderül, hogy meddig tart, a szezon végére már el szoktak fáradni, és az alapozás az elveszti a hatását. És melyik csapatnak milyen jól sikerül az alapozás, annál tovább bírja a szezonban ezt a jó formát tartani. Na, egy biztos, hogy megállapítottuk, most biztos, hogy jól sikerült, mert rettentően nyúllékonyok és karcsúak a lányok. Egyébként is, nem tudom, a kedves nézők egyetértenek-e vele vagy sem, én azért most megy a 40 éve figyelgetem a sporteseményeket, mindig a röplabdás lányok a legszebb alkatúak. Egyébként megvan ennek az oka. Ez egy nagyon összetett mozgás, tehát nem csak függőleges, nem csak vízszintes, hanem hol így mennek, hol úgy mennek, így aztán minden hosszú lesz rajtuk. Hát a karjuk nem az olyan, amilyennel születtek, de minden de más, igen. De röplabdásoknak még az is hosszú szokott lenni. Egyébként igen, egyáltalán nem árt. Bejlíts! Szerintem bent van. Bent volt? Oké. Okay. Így határoztak. Nem? Azt mutatta a játékvezető, hogy beleért valaki. Picit én is tanástalan voltam, hogy ez vajon kint volt vagy bent. Salamoni döntés született, blokkos volt. Ugye a bírónak nincs videója, és ilyenkor még az alapszakaszban nem kellenek vonalbírók hátra. De hát mondjuk azt, hogy Luca sportszerűen visszaadta. Így aztán jöhet az ellenfél, egészen konkrétan a 7-es számú Ambrus Nóra. Neki ugye egy szervája volt eddig, az nem sikerült. Ez annál jobban. De azért Luca beéri, Pisák. Az át fog jönni, ezt meg lehet játszani. Bizony Molnár Anna, 2-1 ide. Úgy láttam, hogy a center feladó kapcsolat az nálunk is majdnem olyan jó, mint a TF-nél a Villám nagypáros. Nálunk is Luca és Anna nagyon jól össze vannak szokva, és gyönyörűek ezek a gyors tyúklabdák. Rejlécs. Az nem volt hálós, nem? De, vagy szerintem is az volt. Akkor jó, akkor csak a játékvezetők nem látták, igen. Hogy... Igen. Ez viszont az övéké. 2-2, Horváth Petra ütötte ki oldalra. Dani Laura. Ugye az első szedben épp, hogy csak bejött, azóta nagyon sokat játszik. Horváth. Pisák, azt a mindenségét, mekkora pofont adott neki. 3-2. Bravo, Flóra. Bravo, Flóra, tényleg elfelejtettem, bocs. Figyelmeztes, mert ez fontos. Ez fontos, mert bejött. Molnár Anna nyit. Araújzsó fogadott, és aztán kapja vissza ütésre, és be is üti sajnos.
3-3. Mintha csak Flórát utánozta volna. Igen, de azt nem mondjuk, hogy bravo ő. Nem. Kizárt. Ebben is volt erő. Abszolút. Az első szedben még nem játszott olyan jól a TFS-e Brazília, de azóta gyakorlatilag, ha helyette valami kevésbé jó van ott, akkor már meg is nyertük volna ezt a meccset. Horváth fogadott. Harmatot blokkolják, levezet az ellenfél, 4-3 oda. Sajnos ezt kifigyelte az ellenfél, hogy hova fog menni a feladás. Mert azért egy centerlabda akkor jó, hogyha blokk nélkül lehet ütni. Igen. Kasziba Pista bácsi mondta mindig, hogy ezt a legegyszerűbb leblokkolnod, csak fölmész vele, az kész. Hát persze egy edzőnek igen könnyű a vonal mellől. Araújo. Jó alaposan megfontolja ezt a szervánt is. És aztán jó alaposan kiüti, 4-4. Na, gyerünk Bravo Flóra! Most nem ugrik. Boller, nagy. Visszajön, villányi ütése. Az is meg kell, hogy legyen, jól van csajok. Fisák. Ez. Araújo. Jól van! Szabó Luca. Rejlics. Jaj, még megvan, bravo csajok! Legszívesebben tapsolnék most. Viszont ott már csak egyes blokk van. Az jó, Horváth. De hosszú labda ment, szerintem az eddigi leghosszabb a meccsen. És mondom se kell, hogy Araújo tesz pontot rá a végén. Most szólok a kedves röplabda barátoknak, hogy gyorsan ajánljunk fel a következő 3 percben Araújónak egy wellness hétvégét, de azonnal el kell indulnia, tehát most 4 percen belül. Villám. Villámnak is adnék abból a wellness hétvégét. Igen, menjenek együtt. Horváth. Visszakapja. Áj. Horváth Petrán egy pici fáradtságot érzek már az előző szett óta. Igen, ő sajnos a szezon elején meg az alapozás alatt többször lesérült. Nem tudom pontosan, hogy milyen típusú sérülések voltak ezek, de tudom mondani, hogy több hetet is ki kellett hagyjon az edzésből. Akkor így érthető, hogy... térdével biztos, hogy van probléma. Araújo. Négy hét, 3 pontos TF előny, most ők kezdik jobban ezt a szettet. Villám újra. Hú, mekkora mentés volt, de ez így is elérhetetlen. 4-8. Flóra ügyesen kifigyeli ezeket a labdákat, csak ezeket már nehéz úgy feljátszani, hogy aztán tovább játszható legyen. És mióta mondtad, hogy a térdével lehet Petrának baj, azóta figyelem, és tényleg lefelé nehezebben mozdul sokkal a kelleténél. Nehezebben hajlítja a lábát. Na, az kim volt végre. Megoldják nekünk. Ezzel fölzárkózunk 3 pontra. És nézd csak Sántit is. Igen. Van cseréje? Ha úgy alakul. Elnézek a cseresalokba. Megint ki kell bújni az oszlop mögül, hogy lásson valamit. Van. Rácz Anna Máriát be lehetne esetleg helyette hozni. Bár tudom, elfogult vagyok, én Kolada Juditot is behoznám. Hát hiszen az előző szett utolsó pontja is az övé volt. 6-8-2-re jöttünk, ez most látod, alig tud menni a Petra. Horváth Petra is játszottam úgy a TFM még annak idején. Araújo.
Villányi, leblokkoljuk. Boller menti. Szoboszlai. Ej. Nem tudta, hogy üsse vagy ne. Araújzsó tudja, de hiába. Nagyon közel jött a hálóhoz, és onnan viszont már le lehet blokkolni. Meg is tette, vagy Harmat, vagy Rejlics. Megint nem tudtam eldönteni, hogy melyikük keze volt végül a sikeres. De berepült a hálóig, mert ugye, hogy a fehér vonalon belülre nem léphet. Így van. De akkor átugrott. Szerintem túl közel repült azért. Igen. Fogtuk. Utcának kell egy nagyot szaladni. Hát nem. Petra föl sem ugrott most igazából, 7-9. Mert hogy én elgondolkodnék, hogy lehozzam egy picit cserélni, mert most sajnos egy kicsi luk van ott azon a poszton, ahol ő játszik. Én is elgondolkodnék, csak hát... Na, azt Fekete Kriszta is odahívott valakit. Na nézzük ki az. 15-ös számú játékosunk. Igen, úgy, ahogy Rácz Anna Mária. Őt mondtam, hogy őt lehetne. Az bokkos volt, úgy is van. Igen. 8-9, és most jön a csere. Így van, Rácz Anna Mária pedig a TF-ről érkezett hozzánk ebben a szezonban. Edzősködik is nálunk. Uh-huh. Utánpótlás csapatokat edz. És most fontos, fiatal játékos, nagyon. Fontos feladata van, mert eddig Horváth Petra igen sokat dolgozott, tehát igen. Nem pihenni hozta őt be Fekete Kriszta. 8-10 sajnos a hálóban a szerva. Na most kéne megint visszahozni. Az első nyitás fogadása jó, és az ütés is! Molnár Anna, hát egyszerű játék, ezt kérem szépen. Fogadni kell a nyitást a feladónak, jól bejátszani, jól feladja, az ütő meg jól leüti. Köszönjük szépen, ennyi. Srác Anna már ügyesen befogadta, ez is egy tipikus taktika, hogy az újonnan a pályára érkező játékosra nyitják a labdát, aki még esetleg meg van illetődve, de úgy tűnik, hogy Anna Mari nem volt. Araújzsó. Jól van, Hernádi mentett. Rejlics meg őt, Boller mekkorát fogott. Újra Araújzsó, az már az övéké. 9-11. Azon gondolkodom, de lehet, hogy hülyeséget mondok, hogy nem kéne egy kicsit késni blokkban Araújzsó ütéseinél, mert mindig, mintha egy kicsit leesne és akkor üt. Igen, túl hamar ugranak fel a lányok. Én is így éreztem. Na, újabb ellenfélnyitás, Ambrus Nóra. Ez most elrontja, és ezzel újra csak egyel vezet az ellenfél. Rejlics megy nyitni. Hát úgy látszik, eddig tartott Rácz játéka. Ütőben már visszahozza Horváth Petrát Fekete Kriszta. Hát Kriszta tudja, hogy milyen játékos Anna Mari. Én nem ismerem őt annyira, de még lehet felhagytam volna egy kicsit. Hát ezért mertem már megütni. Na jó, ez viszont a miénk, 11-11. Igen, ilyenkor mindig azon gondolkodom, hogy mi a jobb, kockáztatni, hogy rásérüljön a játékos, vagy adni egy kis időt a helyettesnek. Rejlics. Nagy. Hú, de jó. És ráadásul hálósak is voltunk, úgyhogy újra vezet az ellenfél. De minden esetre ledolgoztuk a hátrányunkat, egyszer már ebben a szetben kiegyenlítettünk, ez erőt kell, hogy adjon. Dani. Visák. Villámcsenge újra. Ez az érintés azért egy kicsit már kézilabdás volt, vagy nem tudom, mit mondjak. Tehát, hogy ezt húzásnak hívják. Én nem akartam mondani, hogy itt van mellettem a szakértő, de ugye halljuk, amikor pattan a labda el a kézről, most meg azt hallottuk, mint amikor egy krumpli szem beleesik a tenyérbe, az valami mást jelent. Ezt még meg lehet játszani. Rejlics, nagyon alacsony volt ez a labda neki. És újabb pont az ellenfélnél. Rejlics is nagyon sok hátsó soros feladást kap. De én úgy érzem, hogy ezen még kicsit dolgozni kell, mert nem üti olyan lendülettel, mint mondjuk Araújzsó a TF-nél.
Igen, igen. Olyan biztonságinak érzem azokat az ütéseket, hogy mindegyik átmegy, de nem támadás. Mondjuk ez egy lapos labda is volt szerintem ez a feladás, ez nehezebb is volt megütni. Alapvetően ők elég lapos labdát játszanak Lucával, tehát hogy Rejlics meg Luca között van egy ilyen megbeszélés szerintem, hogy Luca gyors labdát adnak ki, mivel Rejlics nem olyan magas, így a blokkot egy kicsit megpróbálják elkerülni azzal, hogy ilyen úgy hívják, hogy szúrt labdát ad neki. Te is mindig szoktad mondani, hogy alacsony volt a labda, igen, valószínűleg direkt. Hát szerintem ez nem direkt volt a szúrt labda, ez nem biztos. Az más, ahogy én. Közben megint megszól egy olyan zene, ami miatt letilthat bennünket a YouTube, ezt majd nagyon-nagyon ki kell találjunk, hogy hogy csináljuk. Na. Szabó. Na, az jó, Horváth Petra, 12-14. Csak azért gondolom, hogy ez nem volt szándékot, mert a szúrt labda az egy gyors is, az meg olyan lassan vonaglott oda. Igen, igen, lehet most konkrétan az utolsót pont nem figyeltem, igen. De hogy mondjuk sokkal gyorsabb labdát kap, mint mondjuk Flóra. Hú, de nagy mentés volt. Az meg sajnos kipattan a blokkról harmad kezéről, de ebből nem harmad a hibás, mert odaért. Ez már ilyen kovagyluk vagy fa. Újra három pontos előny az ellenfél. Hát lehet, hogy ötszettes lesz a szezonnyitó meccs. Ne is mondj ilyet. Reméljük nem. Ne kiabáljuk el. De hát az előzetes tervek szerint ez egy rangadó. És hát ezt mutatja is a meccs képe eddig. Hernádé. Sajnos nem ott volt a lyuk, ahova Petra ejtette, igen, a labdát. Na, az üthető. Úgy is van. Ez most látszott, hogy úgy ment oda Horváth Petra kezére, szépen kiemelve, ahogy kell. Igen. Na, már csak kettővel vezet az ellenfél. Az még nem olyan sok. Nem, hát, ha. Nem a világ. Pisák Flóra. Na, minden itt a világnak éppen hogy csak, de kiment. 13-16. Villámcsenge. De legalább, ha hátul van, akkor nem fog ott kellemetlenkedni centerben nekünk. Igen. Bár szerválni is jól szervál. Uh-huh. És menteni is tud. Arra Uzsó. Na, végre egyszer beleütötte már a hálóba. 14-16. Pedig talán, mintha Araújo egy kicsivel kevesebb pontot csinál, mint az előző szetben, de így is a TF vezet. Igen. Na most a többiek átvették a feladatkörét. Horváth. Egy közepesen rossz fogadás. És egy még sokkal rosszabb ütés. Na hát, ha elfárad a brazil egy kicsit. Igen, hát, hogyha sikerülne őt egy kicsit elbizonytalanítani, az nagy előny lenne nekünk. Meg is paskoltott Dani Laura a vállát, hogy nincsen semmi baj. Nem tudom, hogy mondják ezt portugálul. Horváth Petra újra. Jó szerva. Ugye szépen. Rejlics. Visszajön, de újra lehet játszani, megint Rejlics. Az átjön. Na, és a feladónk ütött együtt. Ez még megvan. Hernádé, bravo, összeszedtük. Gyerünk csak, így van, szép hosszan át, hogy legyen idő fölállni. Ez is megvan. Micsoda labdamenet. Araújo, az meg lesz, úgy van, na csajok, lehet játszani Rejlicsnek, és ez jó feladás, áll mindenségét. Hernádi Sára ért bele, lehet, hogy bement volna egyébként, hogyha nem ér bele, nagyon ott állt a vonal, azt hiszem ő is gondolkodott, meg lehet, hogy reflexből nyúlt utána most igazából. Igen.
15-17. Nagy Kitti. Szegény Pisárfó. Szóltak neki, hogy out, és ő elegánsan elugrott a labda elől, ami nem lett out. Normálisan ő nem kellett volna nyitást fogadni, igen, tehát úgy hívják, hogy ő ki van zárva, csak éppen majdnem ráesett a labda. Tehát ez az ellenfélnek az érdeme nagyon jó szerva volt. Boller Anna pedig nagyon jól kifigyeli a labdákat. Azt akartam mondani, hogy rettentő jól játszik. Oh, mekkorát mentett Flóra ott fektében. Bravo Flóra, bravo Miljana! 16-18. Pillanatra 17-18-at mutatott a tábla, már örültem, de sajnos nem az én könyvelésem volt a jó. Harmad Zsófi, nagyon kéne most egy jó szerva. Mondjuk meg is van, de a Rúzsó szépen fogadja. Az megvan. Rejlicsnek a labda, és blokkos! De ezt összeszedik. Az is megvan. Pisák, lapos volt. Igen, kint volt. Kivártam egy picit, mert a két játékvezető összenézett. És nem lehet, King, hogy azért lesznek egyre hosszabbak a labdamenetek, mert azért fárad mind a két csapat, és kevésbé ütik a, vagy kevésbé tudják megjátszani a helyzeteket? De természetesen. Egyre nehezebben tudnak olyan labdát átrakni a másik oldalra, ami egy befejező labda. Harmad. Ezt úgy hívják, hogy kezd komplex jellegű lenni a játék. Tehát, mintha megpróbálnánk a levegőben tartani a labdát, nem befejezni. Na, hogy Hajda mondták, hiányoznak a koppanós ütések. Igen. Na, ez most majdnem az volt. Rejlics a pontszerző, 18-19. Most onnan arról a négyes helyről egész jókat üt. Na, ez az egy pont, ez ledolgozható, kezdődik a végjáték. Most kéne nagyon odafigyelni a lányoknak. És időt kér az ellenfél edző, aki fölvette a melegítő fölsőjét. Gondolom nem azért, mert fázik, mert jó meleg van itt a csarnokban. 18-19. Hát, azt néztem még, hogy ha netán véletlenül elmenne az ellenfél, akkor van feladó cserénk. Mert Lucának ugye eddig végig játszani kellett. Igen, Deli Zsófiának hívják, ő is egy fiatal játékos, még gimnazista. Most pont látszik a kamerának a képén, 12-es számban. Nagyon ügyes, tehát hogy ő egy teljesen magabiztos csere lenne Luca helyén. Illetve Kolada Judit ugyebár, ki szintén jöhetne feladónak is. Na nézzük Szabó Lucát! Jó szokott lenni, ha ő szervál. Nincs blokk, így is megmentjük. Pisák. Azt le kell mezőnyözni, úgy van. Hué, de jó volt! Bravo, Flóra! 19-19. Úgy tűnik, csak kivártak a lányok, hogy kiegyenlítsék a dolgot, és most így, hogy kezdődik a végjáték, akkor így indulhatunk különbség nélkül. És a legjobb állásunkban. Így van. Amikor az utca szervál. Nagy mentés volt ott az ütésnél, ugye váratlanul a kettesre szúrták ki a labdát, és nem volt blokk, és igen, megfogtuk a nagy ütést. Ez is jó nyitás volt. Ez szerintem háló. Én is úgy gondolom, hogy hálóról azt pasztan, most már de másodszor érzem azt, hogy a hálóról jön vissza, nem a kézről. És most ez elég fontos, mert ugye így nem 20-19 nekünk, hanem 20-19 nekik. Akkor szervál. Na mindegy, egyenlítsünk, csajok.
Miénk, így van, 20-20. Sánc volt, vagy nem is láttam, mi történt? Én azt láttam, hogy azt mutatták, hogy hálóba ért valaki. Rejlics megy szerválni. Egyébként Molnár Anna már kiabált Szabó Lucának másodszor is, hogy megint ide, és megint oda. Az jó, ha van önbizalma egy játékosnak. Áj! De rosszkor ez a nyitásrontás. Igen, centerekként ezt gyakran szoktuk mondani, hogy nekem add a labdát, mert mi mindig azt érezzük, hogy kevesebb lehetőséget kapunk, mint a négyesek. Hát ha ezt kistatisztikáznánk, ez biztos, hogy ez így biztos, van. Ez biztos, hogy így van. Másrésztről pedig az ellenfelet is megzavarja, hogyha jó hangosan azt mondom, hogy add ide. A végén még ő is azt hiszi. Vagy elhiszi, hogy én kapom. Arra uzsolja a pont. 20-22. Fekete Kriszta időt kér. Azt mondja, hogy 2 ponttal vezet az ellenfél, 3 pont kell még nekik ahhoz, hogy megnyerjék ezt a szettet, és 1 óra 55 percet tart a mérkőzés. Jó hosszú meccs. Nagyon hosszú. Nem is tűnt föl, gyorsan eltelik az idő. Igen. Közben bocsánat, egy technikai kérdés, ránézek operatőr kollégámra, hogy kell-e kártyát cserélnünk az 5. szett előtt. Akkor már most szólok a kedves nézőknek, ha netán 5. szett van, akkor egy 2 percre a képet elvesszük innen Budaörsről. De azért még ebben ne bízzanak, hát ha nem lesz 5. szett. Remélem, hogy nem lesz. Ahhoz csak annyi kéne, hogy a következő 5 pontot mi szerezzük. Horváth Zita szervál. Úgy látom, hogy a cseretáblákat is igazgatják itt nálunk, ahogy jól megszokott módon, szett végére lehet, hogy érkezik Kolada Judit. Horváth. Antennás volt sajnos, igen. Ugye az antennának hívják ezt a fém szálat, ami kijön a hálóból, ahhoz nem érhet a labda. És akkor most a csere, Pisek Flóra helyett Kolada Judit a pályán. És mindjárt megnézhetünk Horváth Zitától megint egy furcsa bakugrást. Igen. Mindig úgy hanyad dől, homorít. Oly, de jó volt ez, és mennyire kellett Horváth Petrától? Na ebből 21, még 23. négyet, és akkor helyben is vagyunk. És ha jól látom, jön vissza Boskó. 3. helyére. Boskó. Jól menetelt az első szettben. Bizony. Molnár Anna nyit. Az átjön. Nagy Kitti sokkal erőszakosabb volt. Sajnos és ezzel 21-24. 3 játszmalabda az ellenfélnél. Araújo. Rejlics fogadott, Horvátnak a labda, egy kicsit a háta mögé. Az pedig benn van, 21-25, ez azt jelenti, hogy 4 játszma után és 1 óra 56 perc játék után 2-2 az állás, és a döntő szett előtt 2 percre visszaadjuk a szót a stúdiónak, és utána jövünk újra. Önök nehogy elmenjenek, mert jön a nagyon izgalmas 5. döntő játszma. Na hát köszönjük szépen a türelmüket, már itt is vagyunk, hogy egy picit technikai szünetet kellett tartanunk, ezen túl vagyunk, kezdődhet 1 perc, 5 másodperc múlva az 5. játszma. Az elsőt megnyerte a Budaörs, aztán utána egyenlített a TFS-e, utána 2-1 volt ide az állás, és megint a TF következett, így aztán most 2-2. Az utolsó játszma jóval rövidebb lesz, mint az eddigiek, hiszen az nem 25, hanem csak 15 pontig tart majd. Úgyhogy nagyon fontos lesz, hogy melyik csapat kapja el jobban a kezdést. A 3. játszmában ugye 7-0-val kezdtünk, hát ezzel most is nagyon elégedettek lennénk. Nézem a vonal mellett, hogy kik lesznek a kezdőink, úgy látom, hogy tulajdonképpen nincs változás, illetve van Boskó, nincs ott, hanem 3. van megint 13-assal. Ugye ő a 13-as, 7-es Szabó Luca, 11-es Molnár Anna,
2-es Pisákóra, 19-es Hernádi Sára, 10-es Milana Rejlics és 4-es Horváth Petra. Ez lesz tehát a döntőjátszmában a miénk kezdő csapata. Nézem, hogy az ellenfélnél van-e változás, úgy tűnik, hogy ott is nagyjából az alapcsapat jön majd föl. Valamiért feladóban nem Nagy Kittivel kezdtek, és azt a szettet el is bukták. Nagy Kitti nagyon jó feladó, nagyon jól irányítja a TF csapatát. De az első nyitása miénk lesz ebben a nagyon-nagyon fontos mindenről döntő játszmában. Szabó Luca lesz az. Az első szerv a sajnos hosszú, úgyhogy az első pont az ellenfélén, 0-1. Hakl Szilvia megy nyitni az MTK-nál, a TF-nél. Hernádi. Pisáknak a labda, elmondanék neki, de jó, blokkos volt, 1-1. Kiment a labda, de azért ment ki, mert valaki beleért. Rejlics szervál. Araújo. Nagy visszateszi neki. Most szerintem bent volt, igen. 2-1 oda? Igen, sajnos bent. Dani megy nyitni. 2-1-es vendégvezetésnél. Rejlics, Hernádi, Horváth, nagyot kell futnia érte. És valaki hálóban is volt, ezzel 3-1 oda. Vigyáznunk kell, hogy itt a szett elején nehogy nagyon elmenjenek, mert akkor nagyon nehéz dolgunk lesz fordítani. Most még nincs baj. Igen, az ötödik szettben már a kicsi pont különbség is sokkal többet számít, mint egy sima szettben. Ez most egy jó fogadás volt. Horváth visszajön! Szabó. Egy rövid labda, és megvan, bravo, nagy mentés volt. Az meg jó, Pisák Flóra, bravo Flóra. 2-3. Ilyenkor nagyon-nagyon kell egy ilyen jó egyéni megmozdulás, amit most Flórától láttunk. Molnár Anna nyit. Araújo. Visszakapja. Ház már biztos a háló volt. Az előző szedben is többször láttuk, hogy vagy háló, vagy nem. Itt most nem lehetett vitatkozni. 3-3. Lehet elfáradt egy kicsit Araújo. Reménykedem benne. Bízunk benne. Jókor jönne most. Minden esetre 1-3-ról kiegyenlítettünk itt a döntő játszmában. Ez jó. De biztos, hogy már mi is fáradtabbak vagyunk. Azt nagyon szépen játsszák. Villámcsenge és Nagy Kitti együtt nagyon jó. Ők fáradhatatlanok. Igen. Nagyon-nagyon gyors labdát játszanak ők ketten. Szinte lekövethetetlen sánccal. Araújo megy nyitni. Volt egy kis kupak tanács, hogy ki is következik most. Teszi Araújo, az megvan most, Horváth, Rejlics, az benn volt szerintem, úgy is van. Hát mondták a TF-esek, hogy out, de hál' Istennek rosszul látták, 4-4. Flóra megy nyitni. Villányi, az jó övéke. Fej-fej mellett a csapatok itt a döntő játszmában, de mi még nem vezettünk.
Most akkor az kell, hogy villámcsenge szerváját visszavegyük, és utána csináljunk pontot, és már is vezetünk. Megmentik. Araújo onnan is megütő, és ami nagyobb baj, hogy onnan is pontot üt. Ez a pont már a miénk volt tulajdonképpen, de hozott egy extrát megint az ellenfél legjobbja. Úgy láttam, hogy nem tudták eldönteni a játékosaink, hogy ki ez a labda, de ahelyett, hogy mindketten ugrottak volna, egyikőjük sem mozdult meg. Itt látszik a fáradtság már rajtuk. Az jó, és megmenti Araújo, hihetetlen. Az kint van. Azért Araújót ez bosszanthatja, hogy mentett egy óriásit, és utána ilyen hibát csinált a játékostárs. De hát, hogy mondani szokás, not my business, ez legyen az ő bajuk. Horváth Petra nyit. Megvan. Megfuttatjuk Lucát, Rejlics. Azt játsszuk meg, csajok, ez most potyalabda. Jó is a feladás, és az összeszedhetetlen. Bravo, másodszor egyenlítünk ebben a játszmában két pontos hátrányból. 6-6. Csak most már vegyük át a vezetést. Igen, jó lenne, ha nem mi szaladnánk az eredmény után, hanem ők utánunk. Araújo. Azt szerintem kint volt. Így is van. Igen. Jól van. Végre egyszer kiütötte. 6-7. Illetve 6-7. Mit beszélek? 7-6. Na. Csere az ellenfélnél, Pór jön vissza. Ő az előző játszmában emlékeim szerint nem is játszott. Tehát most biztos pihentebb. Villányit váltotta. Horváth. Rá is szervál persze. Nem is volt igazán jó az a fogadás, meg ez az ütése. Na itt ez az alacsony labda, amiről beszéltünk. Te valóban alacsony volt, igazad van. Ez most egy jól kiemelt viszont. Igen. Sajnos nem sikerült így sem pontosan megütni. Azt meg kell ütni, úgy is van! Szabó Luca! Bocsánat, ha néha haza beszélek, de azért félig jászberényi a szívem, és van egy Krieger Éva nevű feladó, nem tudom, játszik-e, még utoljára az MTK-ban játszott, évike csinálta mindig ezt, hogy fordult egyet a tengelye körül, ha rossz volt a labda, és átütötte. Csak ő ballal. Na, 8-6 ide, és így fordulunk, bár a táblán még 7-6 van, de az nem lehet, mert akkor nem lenne fordulás. Kettővel vezetünk. Mik az érzéseid, Kinga? Hát, hogy újból Ratimorszki Karcsi bácsi edzőmet idézzem, mindig azt mondta nekünk, hogy aki a fordulásnál vezet, az nyeri a meccset. Hát Karcsi bácsi szava arany, minden szava arany, úgyhogy reméljük, hogy ez is igaz lesz. Elég nehéz volt így játszani. Tudtuk, hogy ő ezt gondolja, és hogyha mondjuk esetleg nem mi vezettünk. Igen, az edzőnek mindig könnyebb. Viszont a játékos meg utána hamarabb kiheveri a meccs sokját, mint az edző. Jaj. Végre megfogtunk egy center támadást, és aztán mégsem. 8-7. Úgy látom Rejlicsen, mintha már egy kicsit kedvetlen lenne, hogy jobban magára veszi ezeket a hibákat, pedig most nem kéne. Hát igen, ha valamikor, akkor most nem kéne kedvetlennek lenni. Na, most üssön egy jót. És attól visszajöhet a kedve. Boller Anna ezt is kifigyelte. Araújo. Most szóltak már, hogy nem kell sánc. Az jó, na! Ott volt a magas blokk, ütni nem lehetett, viszont nagyon szép volt az ejtés. 9-7. Újabb csere az ellenfélnél, Pór eddig játszott, csak érkezik vissza a Villányi Brigitta. Hat pont kell még a győzelemhez. Harmat. Boller. Hú, de szép játék volt. Hakl. 9-8.
2 óra 10 perce játszanak a csapatok. Azért az már teniszmeccsben sem rövid. Nagyon hosszú. Mert nem hogy 5 szett, de mindegyik szettben mindkét csapat szinte 20 pont fölött van. Milyen érdekes egy feladás volt ez. Annál érdekesebb már csak az ütés, megvan a 10. pontunk. Na mostantól kell nagyon-nagyon figyelni a lányoknak. Utolsó 5 pont. Csere az ellenfélnél, Horváth Zita érkezik vissza. Dani Laurát váltja. De ez a jó állásunk. Igen. Most örülnék egy 4 szervának. 5-nek nagyon, de én már 4-nek is. Holler. De szépen kiemelt labda. És az ejtés. Ugye arra Zsunál megszoktuk, hogy ő mindent leüt, tehát nem is készülünk másra, és most... Ritkán ejtett azért így a meccs folyamán. Talán így onnan kiemelt labdát először ejtett, és hát övé is lett a pont. Egyébként lehet, hogy azért ejtett, mert már nem volt ereje ütni, nem tudom. Majd kiderül a folytatásban. Mindenesetre 1 pontra zárkozott a TF. Pisák. Oda nagy blokk volt villámcsenge. Háló? Hálót mutat a játékvezető? Jól látom? Akkor viszont nem 10-10, hanem 11-9 ide. Igen. Igen, igen, igen. 11-9. Hát, hogy most őszinte legyek. Ne legyél őszinte. Inkább mi vagyunk nem itthon. Leszek. Miénk a pont, kész, vége. Figyelj, nekem is kérdéses, nem tudom eldönteni, hogy... Meg volt olyan is, ami meg háló volt nekik, tehát most... Persze. Most... Hát szokták ilyet, hogy egyet ide, egyet oda, elfújnak, van ilyen, megesik. Igen. Közben meg a vendégszurkolók szidják a bírókat. Egyébként alapból szerintem nyilván voltak hibái, de a két bíró nem fújja rosszul, én azt gondolom. Nem, nem, nagyon jó. Ennél sokkal több hiba szokott becsúszni átlagosan egy meccsbe. Tehát nagyon jól fújnak szerintem. Na. 11-9 tehát. Igen, most mondtad, hogy milyen hosszúak voltak a szettek, most nézem, hogy egyetlen egy olyan volt, ahol a vesztes fél nem ért el a 20 pontot, de akkor is 19, tehát majdnem 20. Igen. Rejlics. Fognak tudni aludni a lányok ezután a meccs után. Jaj, meg ezután a blokk után! Horváth, ha jól láttam. 12-9. Hú, de kellett, hogy így betakarják most az ütőt, vagy nagyon, a labdát. Nagyon kellett. Ez már egy nagyon jó kis előny. A 3 pont az már nagyon jó itt a végjátékban. De nem akarok semmit sem elszólni. Megvan, a Raúzsó ütését fogjuk. Fisák Flóra. Megint a Raúzsó. És ez is megvan. Nagyon jó helyen áll Petra. Az a miénk úgy, bravo! Áj, bocsánat, már tapsoltam is egyet, 13-9. 2 pontra a mérkőzés megnyerésétől. Időt kér Gaitanak is. Mindig van ideje? Már azt hittem, hogy már kikérte a kettőt. Nem, még nem. Na nézzük a lányok arcát. Fekete Kriszta mosolyog. Azt szeretem, ha mosolyognak a lányok. Mindig néztem, amikor jöttetek le, hogy te mosolyogsz, mert ha a kapitány mosolyog, az általában jót jelent. Jaj. Szóval az a helyzet, kedves nézőink, hogy ez az idén nyitó itt az NB1-ben, és az ellenfél mindenféleképpen az élen akar végezni, és extra ligába akar kerülni. Ha meg tudjuk őket verni, akkor az nagyon nagy fegyvertény lesz. Az nagyon jó kis indulás lenne ebben a szezonban, hogyha sikerülne. Rejlics. Araújo fogadja, és üti. És ez pont. Az a helyzet, hogy már mindent Araújóra játszanak. És hogyha most a minden labdájából egyet bejut, egyet elront, az már nekünk jó is lenne. Igen. Na, és akkor jön a mindig élményt jelentő Horváth Zita nyitás. Húha, messziről bevetődve, Hernádi, de megvolt. Az át fog jönni. Úgy van! Játszma és mérkőzés labda. Molnár Anna volt.
14-10. Csere lesz az ellenfélnél. Danila úra érkezik vissza. Ha ezt a meccset sikerülne megnyerni, akkor az a szezon további részében is jó jövőképet mutatna, mivel hogy a TF már megverte a DVTK-t és a Gödöllőt is. Igaz, szoros meccseken, de hát, hogyha akkor nekünk is sikerülne. Ámen, de minden esetre előbb nyerjük meg ezt a meccset. Molnár, jó nyitás. Valaki hálós volt nálunk, azt hiszem harmat, mert föl is tette a kezét. 14-11. Na most ezt a pontot meg kell szerezni. Nehéz lehet ilyenkor Araújo helyében lenni. Igen. Rontott már nyitást ezen a mérkőzésem. Igen. És most neki úgy kell odaállnia, hogy legalább 5-öt vagy 6-ot kell átszerválni a hiba nélkül. Az első meg volt sajnos. Pisák. Visszajön, de ez át fog jönni. A mindenségét neki. Igen. Így még jó. Egy rövid labda lesz. Ez a pont az övéké. Picit későn mozdultunk, most látszott, hogy át fog jönni a labda. Aztán összeszedtük, de már csak menteni tudtunk, megjátszani, nem? Na, Araújo megszerezte az első pontot, Fekete Kriszta meg kikéri az idejét. 14-12-nél. Hát, ugye azt mondtuk az elején, hogy valószínűleg hosszú meccs lesz, és ez most már egészen biztosan így van, hiszen 2 órája és 16 perce megy a találkozó. Elképesztően hosszú mérkőzés. Én mindjárt fölvezetésként, csak ilyen szoktatás jelleggel a csajoknak. Egyből egy ilyen jó hosszú. Lassan az én hangom is teljesen elmegy. Csak egy pont kell nekünk. Meg kell szereznünk azt az egy pontot. Míg a TF-nek 4 ahhoz, hogy nyerjen. 3 csak. 3? De 2 ponttal kell nyerni. Ja, 2-vel kell nyerni. Jogos. Én csak kibontam a 15-ből a 12-t, és kijött a 3. Szerencsére egy picit bebiztosítottuk már magunkat ezzel a 14 ponttal. Na, most kéne egy jó nyitásfogadás, és az megvan. Pisáknak szépen kiemelt labda, és ott a pont! Ja, mit kell mondani? 3-ra együtt. 1-2-3, bravo Flóra! 15-12, és ez azt jelenti, hogy 2 óra 17 perc alatt 5 szedben 3-2-re megverjük az idénynyitón a TF csapatát. Kinga, tiéd a zárszó, összegez. Szegény, akkorát úgy, sóhajtott. Úgy, ahogy már az elején is mondtam, hogy ez egy hosszú meccs lesz. Szerencsére nekünk jött ki pozitívan a dolog a végére, és sikerült megverni ezt a csapatot, akitől igazából azt kell, hogy mondjam, ezt nem akartam elmondani az elején, de én úgy éreztem, hogy a lányok egy picit félnek tőlük, és úgy gondolják, hogy ők a legerősebb csapat az NB1-ben, de akkor most mondhatjuk azt, hogy egyelőre úgy tűnik, mi vagyunk a legerősebbek. És akkor ez legyen a végszó, ennél jobbat nem tudunk. Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra! Viszontlátásra!